Magyarország első és egyetlen morning show-ja. Jó reggelt! És most, hölgyeim és uraim, elindul Magyarország első számú reggeli műsora. A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai. Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Akik nélkül nincs reggeli rádiózás. Ez itt a morning show. Gondoltam, még bemegyek, csinálok magamnak egy teát, beszélgetek kicsit a Janival, mert ez a punci úgyis kornyikál. De nem. Jó reggel! Hello, Feri! Jó reggel! Hello, Jani! Hello! Sziasztok! Suna! Énekel a fül! Ki volt ő? Lady Gaga, nem? Nem. David Guetta. Ez? Ja, ez egy Guetta dal volt. Ez. De valami Kelly Rowland, Kelly Rowland benne van. Ja, biztos. Kelly Rowland benne van, mondom, énekel még egy kicsit, erre hallom, hogy megy az openerünk. Mondom, úristenem, itt már nem lesz te a készítés. Hogy lehet? 60-szor hallottam, megtanulhatom volna, hogy ki az elő az. Igen. nem akarom, eltoltam magamtól ezt a dolgot. Egyiket nem egyszerű bejönni ezzel a stúdióba, vagyok bőszintén, mert Feri ilyen vizuális, meg mindenféle csapdákat elhelyez itt útközben. Tényleg egy picit balra nézel, el kell terelni a szemedet, mint a lovaknak, nehogy arra kanyarodjál, mert olyan bőségtalat rakott le, de jelezze a békés csavajaknak, hogy valójában meg kell tölteni majd a másik sátrat. Nem, ezt nektek jeleztem, hogy ez lesz ott. Ez lesz ott, igen. Fú, nagyon, én csak egy pillantást vetettem rá, de nagyon durva, amit aztán nem volt. Erős a felhozatal. Nem volt időm megnézni, mert annyira rohantam, hogy mindenkit föllöktem. Visszatértem. Látjátok, hogy van még élet a halál után. Ez a te vonalat szerintem. Ez vagy te. Várta néhány nem az a megint van. Igen, meg a rizszelet, meg a nem tudom, ez vagy te. Ami ott van kint. Ami ott van kint, ez az igazi. Van egy nagyon jó kis élmény, hogy a Feri ajánlott, nyilván nem fogjuk elmondani egészen pontosan, onnan hozza ezt a kis oliva bogyó mixet, egyszerűen zseniális, mindenféle csilis paprikákkal meg van borítva, hatalmas zöld olivák, meg mellette még fekete, és az egészből van egy ilyen, amikor beszoktam oda menni, akkor mindig veszek egy ilyen 40-50 dekát, csak az, tehát hogy így bemész, és nem tudsz mellett elmenni. Elképesztő finom. Igen, kicsit, nagyon, ha délebre költözünk, egy kicsit, de akkor ugye, megvan ez a vonal. Meg, és ez egy jó vonal. A srácok nem állnak meg a karénál itt körbenézve, gyönyörű helyen lakunk, érted, éljen Magyarország. De ott azt mondták volna, hogy még egyet a kantáron itt. Még egy picit lejjebb felé. Igen, akkor szóval szép ez, jó, ez egy, nagyon egy jó. Egy Toszkánáig, és ott már, ha megállunk, ott már jók, vagyunk. Már itt is a Káli medence hasonlít nagyon egyébként. De hát azért az... Olajbogyóban nem erős. Olajbogyóban kevésbé. Elég sokat kell bóklászni a következő olajfaligeti. Igen, és akkor még a technológia nincs meg. Ja, kamufetát még talán, de... Na azt mondják, hogy ma lesz a hét legszebb napja, milyen jó az. Péntek van. Péntek egyrészt, nagyon jó nap így is, csomó mindennel készültünk, rengeteg játékunk van, kiderül, hogy ki lesz a Barca játék nyertese. És hát... Hát is nem elfelejteni, hogy most 8 óra magasságában lesz a játék, tehát nem fogunk várni olyan sokáig, mint ahogy egyébként a héten mindenhol, mert hogy fel kell tenni a felvételeket a Face-re is, és utána várjuk rájuk a lájkokat. Ti fogjátok eldönteni, hogy ki mehet Barcelonába. Bizonyám, így van. Hát tegnap hallgattalak benneteket még ezt az utolsó 10 percet, és a nagy bejelentést nagyon jó. Mi volt hát a nagy bejelentés? Lesz. Ja igen, tényleg az tegnap, most be, amikor nem mentél. Akarnak. Igen, akarnak bennünket. Hihetem, most már vannak tervek is. Igen, ősszel is lesz. Ugyanerről a meccsről van szó. Igen. Csak hogy ősszel még lehetősége lesz még két embernek eljönni velünk, tehát valószínűleg ez a játék ez megismétlődik. Csak most az ellenfél páholyába. Hát Istenem, de jó, onnan is ugyanazt a meccset látod, nem biztos, hogy ugyanaz majd a hangulat. Ingázunk. Ugyanaz a hangulat, de valóban ott akkor még két ember jön, tök jó. Igen, úgyhogy ősszel még, ha most valaki lemarad erről a játékról, annak már mondjuk, hogy ne aggódjon, mert ősszel lesz még lehetősége. Azt hittem, hogy irigykedni kezdett a Real főszponzor, és ő is csinál gyorsan egy. Mekkora lenne. Igen, és hát mi is. És hát csak ennyit mutatok. Na jó, ezt majd az egészet meg kell mutatni, mert szerintem sokan nem hallották. Ági, többen, itt a másik. Én otthon meséltem, mert hát, hogy sírtam. Bementem a gyereknek, vettem egy kicsi motort a nem tudom, valamik játékboltba a kisebbnek, és úgy fogadott, hogy na, akkor a ked, messzó? Álmodom, nem tudom, hallottad? Nagyon durva. Én most átnyergelek. Ugye tegnap egy rendőr páros telefonált, megmutatjuk majd az egész játékot, körülbelül egy perc. Ezek szerint a játékboltos elhitte, mert nálam otthon nem hitték el. Igen, az utcán állítottak. Nem hitték az egészet. Ja. Hogy ez így megtörtént, és nem csak így behalóztak. Igen, én azt gondolom, hogy a kedi játékosunk Ági ebből komoly vetélytársat kapott. Tehát nincs ez még lefutva. Én nekem többször eszembe jutott a tegnapi játék, és hát nagyon-nagyon jó kedvem lett tőle. Tehát komolyan mondom, torrente jutott eszembe. Nagyon erős.
vagy egy Kusturica film, egy rendőr páros telefonál be, akik úton voltak valahova rendőrautóval, mint kiderült, tényleg rendőrök voltak, és hát élőben szirénáztak, a másik átüvöltött, még egyet beszirénázott. Hát hét után meg kell őket hallgatni meg. A két produkció között az óriási különbség, hogy ez az Áginál, hogy érezni lehetett a nagyon-nagyon akarást, meg azt, hogy zavarba volt, meg kicsit indiszponált volt, és annak a következménye lett az a varázslatos produkció, amit ő előadott. De itt a tegnapi játékosok esetében itt ne. Ők itt azt érezted, hogy ők tökéletesen tisztában vannak vele, hogy mi történik, hol vannak, mit csinálnak, és ennek ellenére. Nagyon vagy éppen ezért. Nagyon durva volt. Na, és hétfő a nagy nap, hétfő a Szombathely. Egy jó, Szombathely. Ott van a helyszínek. Szombathely főtér, így van, hétfőn indulunk. Drága szombathelyiek, készüljetek, menjünk hozzátok. És egy hét múlva ilyenkor csak, hogy mindenkit összezavarja. Kazincbarci Karákóczi tér, jövő péntek. Kett, Székesfehérvár, Szerda, Szeged, csütörtök pedig Békés Csaba. Így van, mindenhol ott vagyunk már, most pont kinyitott a Feri az egyik napi bulvárt, abban is ott vagyunk egész oldalas hirdetése. Én tegnap láttam például egy ilyen pénzügyi portálon is fönt a kis nöntök. Elkaptam én is rajta a portfólión. Igen, én is fölmentem, és mondom, nézem, már itt vagyunk. Na, mondom, te jó. A kutyafája. Azt a mindenit. Csak a legnagyobbak állnak össze. Már pénz is van bennünk. És igen, és ezen fölül még az EOTAN például a VAZE alkalmazásának a segítségével gyakorlatilag bárki bárhol megtalálhatja az aktuális helyszínt. Bizony. Morning, ugye annyit beírunk, és ennyi, meg ki is dobjuk. De az Instagramon is ott van, mindenhol ott vagyunk. Ne vagyunk fedve, úgyhogy megtaláltok bennünket. Itt a két új helyszín, mert a többi helyszín a régi, tehát Szombathelyen már voltunk, Székesfehérvár, volt, ott mindig a megszokott helyeken vagyunk. Békés Csaba, Szent István tere és Kazincbarci Karákóczi tér, ez a két új helyszín van. Szombathelyek tudják, hogy hova kell menni, mindig ott vagyunk. Most is ott leszünk a főtéren. Ők tudják. Kérdés, hogy te tudod-e? Hát ez egy jó kérdés. Ez egy jó kérdés, hogy hogy fogok oda találni. Igen. Az egy törzs le. Le van, használom oda. Meg a Google Maps is. Simán oda visz. Tegnap kérlek szépen benneteket übereztem egyet. Na, nagyon jól tetted. Dolgom délután, és hát van egy rossz hírem. Na. Übermafia van. Képzeljétek azt el. A minden. Hogy na ne. Az, mondta a srác, egy nagyon helyes fiatal gyerek volt, beülök, fölhívott valakit, úgy kezdődött a közös utazásunk, fölhívta valami rokonát. Te itt van a vadon, Feri. Mondom. Nem, van egy Jani van, ő de jó. Ezek az überesek jó fejek általában. Ő is, nagyon jó volt ő is. Nem őt hívta egy ember, tehát tök jó fej volt, nem, és ezt nagyon aranyosan csinált, csak volt egy kis kavar, és mondta, jaj, tudom, ne haragudj, csak össze. Hirtelen az egész csapat az eszembe jutott, és összekevertem a dolgot. Harsányi Majka. A Harsányi Majka körülbelül. Várjál, és az van, hogy csinálnak már olyat, hogy valaki vesz autót, és beültet téged überezni. És akkor te dolgozol neki. Hogy igazi maffia van már ebben is, érted? Hogy azt mondja, hogy ezt a taxisok is szoktak ugye így dolgozni, hogy valaki tartja az autóját, tehát fizeti a részleteket, meg mit tudom én, és beültet egy sofőrt, és így dolgozik helyett. És képzeld el, hogy az Uberbe is van ilyen. Hogy fogod te az autódat, te nem használod a Verdát délután 2-től este 10-ig, és azt mondod a Zsülnek, hogy Zsül, akkor te menjél és überezzél vele, leadó van, lecsó, adod le a pénzt, illetve ő adja le neked, és közben ő dolgozik. Azt mondta srác, neki nincs pénze autóra még, de már egész jól áll a dolog. És az, akinek átadom, ő rendelkezik személyszállítással, meg az Uber-rel szerződéssel, meg mindennel. Tehát, hogy biztos hivatalosan megy az egész történet, csak hogy maga ez is egy tök érdekes dolog, hogy ezt a részét átvették a történetnek, mert hogy egyébként ezt csinálják. Te vezetsz, te dolgozol, te MMA-zol a taxisokkal, én meg úszom. Így van, én meg ülök, mert itt nekem van három autóm. Tök érdekes volt ezt így hallani, de egyébként meg az összes elmondott szolgáltatás, amiről már ugye annyiszor beszéltünk, az működik ebben a történetben. Csak ez olyan meglepő volt hallani. Adott számlát lebonták, igen, rendesen. Persze, abszolút jön ilyenkor. Két teljes kivonat van. Igen, teljes kivonat van, ugye ilyenkor megkapod e-mailben, hogy mi mennyibe került. Számla? Minden, ja, persze. Megkapod. Ne, abszolút. Tehát ugyanúgy megvan ez a történet. Csak mondom, ez volt az érdekes benne, hogy azt mondta a srác, hogy hát neki még nincs pénze a kocsira, de nagyon szépen dolgozik vele, és akkor vannak most már ilyen emberek, akik erre is rámentek. Tehát, hogy itt is megvan azért a zsivány vonal. Jó, hát ez. Hát igen, csak ezzel nincs baj. Ja, tehát, nem, hogy én ezt most nem azért mondtam el. A zsivány vonal az ott kezdődik, hogy alkudozik a taxis, abszolút, meg feketén mondom, szállít. Nem azért mondtam el, hogy védjem a taxisokat, meg most én az Uber támadjam, csak elmondtam, hogy van egy az ilyen élet minden területén dolog van. Számtalan példát lehetne hozni. Tehát ez a Riaria Hungária, ez nagyon jó hangzik, de inkább okosba, öcsém. Ez lehetne az országnak a szlogen. Ezért nem értem, hogy mi baj az Uberrel, mert hogy nincs fekete fuvar, átlátható fizetés van, bankkártyáról vonnak mindent. Tehát, hogy nyoma marad, adóznak nincs rendesen. Nincs pénzforgalom, ugye? Tehát te csak kapsz egy pittyegést a telefonodra, hogy levonta az Uber a pénzt, és nincs semmi, tehát neked nem kell lóvét adni.
megy az alkalmazás folyamatosan, tehát az alapján számol, ő ugye mikor fölveszi a te fuvarodat, megjön, onnantól kezdve látod, hogy mennyi idő, hogy hát oda igen, meg annyira átlátható, tehát egy készpénz alapú üzlet ágban, amilyen a taxizás, és ami emiatt ugye hát baromi durván feketén is működhet. Ez átláthatóságot hoz, tehát nem értem egyébként a kormányt is, hogy 100 taxistól miért van ennyire becsokizva. Komolyan mondom, nem. Egyszer tényleg nem értem. Hát a személyszállítási engedély megvan, adót fizetnek, számlát adnak. Tehát, hogy nem is értem egyébként tényleg. Úgyis ez a jövő, tök mindegy. A fejlődés útjában nem tudsz befeküdni, ha nem most 5 év múlva. Vagy fölveszed a fordulatszámot, és vagy te is pöröksz ezzel, vagy kiesel. Én nagyon az Uber eseknek drukkolok. Miért tudhatnak a taxisok, ami miatt ennyire be vannak tőlük? Hogy el tudják torlaszolni a láncidat, ennyit tudnak. Az EU dolgozók meg a tanárok meg ne. 150 ezer ember uberezik már Magyarországon. Tehát 150 ezer embertől veszik el ezt a lehetőséget. Szám. Azért az nagyon nagy szám, ja. Az nagyon nagy szám, igen. Na gyorsan megmutatjuk, mivel foglalkoztunk tegnap, úgy láttam, mai címlapon van Demcsák Zsuzsa, és hát kicsit szerintem igazságtalanul talán, de mindenki a fejét akarja, hogy miért vezet, hogy vezet, lincseljék, meg ültessék le börtönbe vele. Mi is beszélgettünk róla tegnap, illetve pontosabban próbáltuk kitalálni, hogy van az, hogy ha te iszol, akkor meddig vezethetsz, meddig nem vezethetsz. Igen, ugye most vezet a Demcsák, erről van szó. Miért kell ez? De nem értem, hogy miért ne vezethet? Miért ne vezet? Ha nem vették el a jogosítványát, akkor vezethet. Akkor Demcsák Zsuzsa vezethet, gyerekek. Persze. Mindenki vezethet, akinek van jogosítványa, érted? Igen. És nincs semmi eljárás. Valami, valószínűleg az a posztos rendőr, aki őt megállította, tisztában volt azzal, hogy mit kell tennie. Tehát ne egy bulvár újság akarja megmondani, hogy a rendőr jót csinált, vagy nem csinált, és a Zsuzsa vezethet, vagy nem. Ha ott a jogsia, akkor miért ne vezethette? Persze, bizonyos mérezrelék fölött veszik el a jogsit, előtte pénzbüntetés van, és büntetőpontok vannak. Na, ezt próbáltuk még tegnap tisztába tenni, mert hogy akkor még nekünk se volt tiszta, azóta már nyilván utána olvastunk, és erről az ügyről beszélgetünk egy picit. Mutatjuk, aztán jönnek a hírek, jelentkezzetek játékra, mi pedig jövünk az ismétlés és a hírek után. 10 perc van pontosan, 7 óra, hello mindenkinek, drága hallgatók, itt vagyunk. Péntek van, ez mindenképpen jó hír. És az is, hogy jó idő lesz egész nap. Egész hétvégén? Egész hétvégére jó időt mondanak, záporzivatar, ugye ahol éppen vagy, lehet, hogy csüt a nap, 10 kilométerre arra pedig lehet, hogy óriási zuhi és nagyon nagy vihar, és úgy néz ki, hogy szerencsések vagyunk már, ami jövő hetet is illeti. Kedre szerdán 24-26 fokot mondanak. Lehet, hogy lesz egy-egy zuhi a kitelepülésünk alatt, de tartós esőre is ez a legfontosabb, nem kell számítani. De alapvetően lyukacsos trikóban, rövid nadrágban, gumipapucsban fogjuk mosni a ladánkat. Hétvégén? Igen. Figyeljétek, azért jó idő lesz, reggelenként azért látok én már csodákat az autóbuszon, meg a busz megállókban. Tehát amikor tényleg valaki felszáll kapri nadrágban, meg egy hogy hívek rövidülő pólóban. 15 fok volt ma reggel is, azt mondták. Hát igen, igen. Na, az már jó, nem? Az rövid nadrágos Svédországban. Na, megnézzük ki a hét utolsó játékosa. A verhetetlen rádiós trió felkészült a harcra. Egy műsorvezető, 4 tiltott szó. Fekete, fehér, igen, nem. Felkészültél? Jól gondolt meg a választ. Halló, jó reggel. Na, sziasztok. Hello, ciao, hello. Szia. Hello. Hello, honnan hívtál minket és ki vagy? Én Heléna vagyok, és most éppen úton vagyunk Viatorbágyra. Heléna. Szépen. A kitelepülésünkre? Egy továbbképzésre megyünk, képzeljétek el. Na. Úgyhogy már nem is kell dolgoznom, ez egy szuper jó nap. Komolyan mondom, eddig ma még minden érzés, amit gondoltam, az bejött. Ezt már annyitor írtam nektek, és gondoltam, poénból írok, hogy most végre egyszer végig tudom hallgatni a Morning Show-t. Erre azonnal visszahívott. A vegyárját. És kivel szeretné játszani? Én bele szeretnék, Balázs. Komolyan mondod? Képzeld el. De erre fölkeltél és erre jutottál? Hát ez volt az érzésem, hogy ma én most Balázsra fogok játszani, aztán hát ha lesz szerencsém, és még el is tudom popsizni egy kicsit. Abba mindig benne vagyok. De jó. Nyilvános területen, nyilvános tereken, közterületeken és bárhol. De hogy egyszerűen két vasat tartasz a tűzbe. Igen, arra mindig bevő vagyok. Egy kis játék, egy kis popsizás. Jani? Hát én is benne vagyok, igen. Indítsuk az órán. 3, 2, 1, fire! Na. Akkor kérdezhetek, vagy szeretnél? Készültél kérdéssel? Hát kérdezzél te, gondolom szeretnél. Hát akkor szeretnél? Figyelj,
akár. Figyelek. Akkor mondanék pár szót magamról, jó? Mondjál pár szót magadról. Figyelj, mentálhigiénésként dolgozom. Hallottál már ilyenről? Tudod, hogy ez mit jelent? Hallottam, igen. Én igen. Hallottam, igen. Szép volt vagy. Jézus, atya úr is. Hallottam, igen. Hallottam, igen. Mert maximum a 20. Valahol másút járt Balázs. Bali nem volt itt. Bali nem érkezett meg a reggelbe, úgy látom, hogy Bali nem. Nem jött meg. Ez az én napom. Ez abszolút megsemmisítő győzelem. Gyönyörű volt, hát ez nem. Nem érkeztem meg a játékba, azt hiszem, teljesen. Az összes kollégám nekem drukkol most itt a buszba, még a páromat is felhívtam, hogy okvetlen hallgassa a rádiót, mert benne leszek. Van párod? Igen. Aha. Most csak kimondhatom, nem? Mert mennyi az ajándék. Nyugodtan, abszolút ki. Gratulálunk, ügyes vagy, tökre megérdemled, nem? Ez valahogy nem jött nekem össze, nem? Nem méltó hozzám ez a hétzárás. Pedig kezded, annyira izgulok, hogy ez hihetetlen. Még sose izgultam ennyire, mindig beszélnem kell, de most aztán még az Annával beszéltem, az összes igen nemet eldurrantottam, úgyhogy... A rutint ezt halljuk. Köszönjük, puszilunk, szia! Köszi, szia! Én tudom, hogy engem hogy lehet megverni, így. Tehát mire fáraszt le, mire játékba kerülsz. Annyira zsizsák, annyira csacsog, annyira gyors, hogy egyszerűen érzem, hogy visz. Nem? Belőled. És mire oda kerülsz, addigra már a földön fekszel, és sírsz, hogy végezzen ki. Semmi, magzatpózban én már sírtam a földön, hogy ölj meg. Kell mozgósítanod, hogy felvedd ugyanazt a fordulatszámot, hogy és van ez, amikor a héten ez nem megy. Bisok voltam, amikor mondja Ripleynek, hogy ölj meg, ne hagyd, már kész, már nincs, végezz ki, csak legyünk túl rajta. Vannak napok, amikor ezt nem tudod, ezt a fordulatszámot felvenni. De ez a jó taktika, zsizsegni, csacsogni, mondani, és mire odaérsz, egyszer agyilag kész. Lefárasztott. De nagy tapsa, aki megérdemli abszolút, hát teljesen. Jogos a dolog, mennyi lett a végeredmény? 3-2-re nyertünk. 3-2-re hoztuk a hetet. Szép az. 7 perc, pontosan 7 óra jövünk a hírek után. Morning Show. És most folytatódik Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. Jó reggelt! Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Aton Jani. Akik nélkül nincs reggeli rádiózás. Ez itt a Morning Show. 7 óra után vagyunk, pontosan 9 perccel. Szép reggelt kívánunk mindenkinek. Folytatjuk. Itt vagyunk. A hét utolsó és legszebb napján már, amely az időjárás illeti több szempontból is szép. Egyrészt péntek van, kettő ugye hát tényleg szikrázó napsütés mindenhol. Csak egy-két felhő zavarhat majd bele a napsütésbe. Esőre nem nagyon kell számítani. Néhány zápor, zivatar. Igazi koranyári idő. Én ezt szeretem a legjobban. Ezt a 24-25, ezt én nagyon szeretem. Mikor olyan 35-40, az valahogy nem nekem találták ide. Ez a 25, ezt tudom szeretni. Ez még szép lehet. Ez nagyon jó, igen. M2-es elkutak előtt Göt felé most történt baleset, torlódás várható. Manó Bandi küldte nekünk. Egyeshalom felé a 140-es kilométernél a felüljáróról mérnek Barbie. Üzente. Aztán nem mentek ez Balázs, ezt bebuktat, beám. Csúnya vereség volt ez. Csúnya vereség volt. Nem egy nagy lelkű kis pénteki odaadás, pont odaadás, én ezt így hívom. Juttassuk minél több ajándékcsomaghoz a hallgatót. Ennyi ezt az akciót, igen. Mi meghirdettük, mint a Védát a rendőrség. Az év elején mi titokban tartottuk, és minden egyes vereségünk ennek a számlájára írható. De ez pontosan egyébként egy olyan kategória, hogy mit tudom én, egy kerületi futóversenyen, mondjuk, ami jótékonysági, 100 méteren egyszer csak balra nézel, és ott látod Usain Boltot. És így tudod így, nem, ellövik a rajtot, elkezdesz futni, balra nézel, és ott látod a világcsúcs tartod, és így kicsit befáradsz, így ellenzőnek a tagja, és hát minek, srácok? Valakivel nem érdemes küzdeni. Nem volt érdemes, abszolút, mert bedarált, egyszerűen Helena a maga temperamentumával és csicsergésével földre fektetett, és már csak ugrált rajta. Csak másodpercek kérdés, és úgyis beránt. Igen, elpopsizott. Meg hát azt mondta, el akar popsizni, és ilyenkor én mindig messzele revetkőzöm, és lefekszem a földre. Tehát ezek ilyen abszolút primer reflexek, hogy ez ilyenkor azonnal, mint Pablo kutyainál elindul a nyálelválasztás, én látom a ruháimat, és messzele lő pucsitok a betonon. Hát ő állott a fel, nem talált a gyengédet. Azt nézem, hogy van-e még valami. M2-esen Pest felé a 27-es kilométer 4-ben szerintem ez a Gödi baleset, nagy baleset. Herceg küldte nekünk, Hajdunánásnál mérnek M3-as Budapest felé. Ezt is SMS-ben kaptuk. Köszönjük szépen.
Igen, hát a tegnapi játékos megmutatjuk azoknak, akik nem hallottak bennünket. Mindenképpen mutassuk meg, mert ugye Ágit is nagyon sokszor mutattuk, de hát azért a tegnapi kettő játékosunk, hát egyszer elképesztőek voltak. Kiderült, hogy belefutottunk Attilába és kollégájába Tamásba. Ő két rendőr, akik egyébként állításuk szerint. Állításuk szerint, de anna utána visszahívta őket, és tényleg azok. Tehát mondták, hogy nem találnak ilyet, tényleg azok. Ők mentek valahova. És Attila kezdte a játékot, és Tamás egyszer csak besegített, mert mi kértük, hogy ha megvan a gólőröm, akkor szirénázzon. Kapcsolják be a szirénát. És a Tamás egészen más szirénára gondolt. Igen. Mi is gondoltuk, hogy gomb, megnyom, fölül kék, piros, elindul, és kicsit beleszirénázunk a gólörömbe. Hát aztán fene se tudja, lehet, hogy éppen mit a szervizbe vitték az autót, mert gondolkodtak a szirénával. És így oldják meg. Így oldják meg akkor a veszélyesebb helyzetekben, jobb híján, de nagyon-nagyon jól hozta, és nagyon lelkesen. Lelkes volt, nagyon abszolút lelkes volt így van. Őstehetség. Úgyhogy hát hozzuk még, vagy mutatjuk már is, és lesz még gólöröm játékunk a mai napon. Ráadásul 8 óra után ezt mondjuk el, mert hogy ugye legyen idő szavazni a Facebookon az 5 jelöltre, úgyhogy 7 óra 50 környéken elhangzik majd a kérdés, 8 után pedig valakit visszahívunk, és hát ő lesz. Ő lesz majd az utolsó játékos, aki megmutathatja, hogy tud gólörömet produkálni. Azt azért nem győzünk hangsúlyozni, hogy óriási a tét. Tehát egy hétvégét lehet eltölteni Barcelonában, emellett el lehet látogatni a Nunkámba, és 70-90 ezer, nem tudjuk még kivel játszik a csapat, társaságában egy VIP pályakolyban végig lehet nézni a meccset. Ez hihetetlen, egy életre szóló élmény lesz. Az biztos, igen. Na megmutatjuk gyorsan, hogy mi történt velünk tegnap, jó? Ők voltak a játékosok, hallgassátok meg. Jó estét kívánok, jó szurkolást! Találnak a csapatok, elkezdődik a mérkőzés. Messzú sajnos, ha nem játszott már, sérül, de itt van helyette Messi, aki gyönyörű labdaátvételt követően indítja Neymart. Két védőt kicselez Neymart, tőle 16-oson belül. Majd Messi a gurít, aki kapásból rárúgva a labdát. Atya ég, mekkora gól, hihetetlen, hatalmas bomba. Őrjön a tömeg, a turkolósereg tapsó, Messi nevét kiabálják, hihetetlen ez a fiú. Hihetetlen ez a fiú. A alig kezdődött el a meccs, már is vezet egy úrra a csapat. Sziréna! Jézus! Szerintem meg vagyunk. Úristen, sírok! Jézusom, folyik a könnyem. Én leszakadok kellem. Többféle szirénát. Most a szaggatottad, a szaggatottad. Akkor nem a tűzoltó. Na, hát ők voltak tegnap. Egy kis szirénát, Léci, óri, imádjuk, kolléga óriási. Hát figyelj, neki jó. Csak mondom, hogy ők két rendőr. Tehát, hogy velük is minden esély megvan arra, hogy kimenjünk Barcelonába, két rendőr, aki félreértette a szirénát, mert mondtam, hogy sziréna, és meg volt beszélni, hogy bekapcsolja, de nem. Hát ők így kolléga kicsit félreértette, és bekapcsolta. Bekapcsolta a humán szirénát. A humán szirénát. Atya és Isten, minden további nélkül nyomta a másodikat is. Nagyon durva, hogy ne ezt mondtad, hogy ne ezt, és akkor egy másik. Hát Tamás nem lehetett behúzni a kéziféket. Egyébként már a gólörömnél lehetett érezni, hogy nagyon-nagyon akar segíteni a bajtársának, tehát hogy Attilának, mert hogy érezte, hogy Attilának a gólöröme nem volt ilyen minden gátot átszakító, ilyen hihetetlen mindent elsöprő gólöröm, és ezért ő... Kicsit besegített, de jól is jött egyébként. Nagyon. Az olyan, amikor nézel egy magyar közvetítést egy nemzetközi meccsről, és ott úgy vannak a közvetítők, hogy ilyen fülkék vannak, tudod, egymás mellett ül nagyon sok országnak a közvetítője, és ül a magyar, aki hát így örül valami, nem tudom, viszont egy dél-amerikai, vagy egy olasz kommentátor a saját csapatának, és csak azt hallod így a másik fülkéből, hogy ő meg... És 10 percen keresztül csak nyomja. Tamáshoz tesztem meg itt rá. Óriási volt. Egyébként az összes játékosunk nagyon jó. Többször megmutattuk már egyébként az összes jelöltet. Ugye Ramin volt hétfő, aki hát megették a kutyák a labdát. Kedden jött Ági, nem kell mondani, hogy Sziszó vezeti Messzóra, hát nagyon szeretjük. Ugye Áron egészen jól nyomta szerdám. Jó volt, nagyon. Őt is ismételtük többször. Egyébként a klasszik, egy tök profi. Klasszik, igen, megmutattuk. És hát Attila és Tamás pedig egészen szenzációs. Szenzációsak voltak. Még egyébként az összes jelöltet megmutatjuk egy percben. Vagy hát ameddig a közvetítésük tartott. És aztán tesszük majd föl őket a Facebookra. Most arra már is elbizonytalanodtuk, nem tudjuk, hogy ki lesz a befutó.
Hát, figyelj, mondom, nekem többen mondták tegnap, hogy sokáig állj ide, de a tegnapi rendőrpáros mindent után... Mindent vittek. Akik, mondjuk van egy veszélyfaktoruk, hogy ha velük megyünk, tehát ott csak a repülőn csak így ellősz egy ilyet, hogy srácok, szirénát hoztatok, és már is... Azért nem gondolt már szirénára, csak a GPS a rendőrautóban rögzíti a szirénázást. Ja. Aha. Tehát, hogy elvileg akkor nem kapcsolhatja be egy pillanatra se a szirénát, csak úgy. Ami azért fura, mert én látok rendőröket bekapcsolt szirénával, átfordulni egy kereszteződés, és aztán kikapcsolják, és mennek tovább. Tehát, hogy azért ez ennyire nem szigorú. Tehát szerintem. Az nem zavarja, hogy éppen abban a pillanatban 1,5 millió ember hallja, de az, hogyha bekapcsolja a szirénát, az probléma. Mire gondolsz, hogy 1,5 millió ember hallja? Hanem, mert beszélni beszélhet, csak hogy nem szirénázhat illegálisan, ok nélkül, mert hogy a GPS után a napon este lekérik. És akkor megnézik, hogy volt-e hozzá egy parancs, vagy mi? Hát gondolom, hogy kell, jogos volt a szirénázás. Én eldönthetem rendőrként az úton, hogy én nekem most meg kell szirénáztatni, mert ott egy szabálysértés történt, és meg kell állítsak csak valakit, nem? Nem döntheted el a sziréna használatot? Aztán szirénázás volt, Tamás, volt. Ja, úgy nem. Voltam a szirénázás, Tamás. Csak egy kicsit. Igen, ők a modern torrente voltak mind a ketten, tehát szenzációs. Szenzációs. És ne tessék alkottam. Őket elővenni, jó? Hogy a... Aztán nagyon remélem, hogy nem bántják igen, őket ezért. Ne legyünk ilyenek. Nem, szerintem nem. Nem, valószínűleg zsák a foltját. Nem fogják, nem? Emiatt... Nem, hát ott mindjárt. Csak nem. Tehát az egész kapitányság ilyen, nem hiszem, hogy... Mondjuk... Igen. A fiúk profik voltak, mert tudták, az igazi szirénával szabályt sértettek volna. Látod? Tehát egy szőröstökű profikról. Ügyes. Profikról volt szó egyébként. Nem. Igen, mert azért adásba beszirénázol, és azt meghallják a feletteseid, az nem túl szerencsés. Mert Tamás meg Attila sok van az országban, nyilván. Hát azért így szerintem mondták, hogy merre mennek kettőjüket egy autóban az úton lehet érni. Meg az is lehet, hogy ezek álnevek voltak. De akkor álcsázzuk magunkat. Így van, mert valójában Tamás volt Attila, és Attila Tamás. Köszönjük el a látszat, ez simán ki is nézem belőlük, igen. Na, többen kérdezitek, az M2-es nagyon nagy baleset van, próbáljátok kerülni, Göd és Dunakeszi között beállt, és Budapest felé hatalmas dugó az M2-esen, már mennek a mentők, a tűzoltók, hatalmas baleset van. Rolci küldte nekünk, ő is kérdezi, hogy mi a helyzet, ezt sokan elküldtétek, akik ugye jönnétek be Göd felől, de más útvonalat kell választani, mert nagyon nagy dugó van. Elmondtunk minden közlekedést? Ha, meg vagyunk, igen. Igen. Mondani? Mondani akartam, hogy köszönöm szépen Feri, hogy behoztad ezt a kis bőségtálat, mert legalább akkor nem kell egy olyan jelentnek a tanulja velem megint, mint amilyennek voltam tegnap. Elmesélem csak így jóhéjba. Igen, mindig azt szokott lenni, hogy a két megszólás között így hátra megyünk, én csinálom második kávéban, a Balázs pedig bemegy a szerkesztőség és csinál magának éppen, amit talál a lapon, valami kis kaját, és a következő történt. Megyek utána, és azt látom, hogy először is elővett maga elé egy hatalmas nagy bögrét, amivel ugye Zabot szokott magának készíteni. Zabot most ebben az esetben is úgy készítette el, ahogy szokta, kinyitott a dobozomat, és belemarkolt kézzel természetesen, hiszen a kanál majdnem 30 vagy 40 cm-nyi karnyújtási távolságról tőle, belemarkolt, így beledobta a tetejére, utána ráöntött egy kis szerintem meleg tejet, amit melegített kb. 3 és 4, talán 5 vagy 6 másodpercig is a mikróban, tehát gyakorlatilag semmi nem történt vele. Ráöntötte, lett benne kb. 6 deci tej és egy maroknyi zab, utána átment a te oldalad, közben mi beszélgettünk, amiről közben nagyban dumáltunk. Igen, dumáltunk egymásról, oda ment az asztalodhoz, ott talált egy kis rizskekszet, megkérdezte, hogy a fél még ilyeneket teszik a... De akkor már mindegy volt. Igen, nem tudom, hogy elfogyasztotta el, mert a felétette. Igen, csak a felétette, azt utána pedig letette, utána pedig szemmel érzékelt egy doboz vörösbikát a hűtőnek a tetején, oda ment hozzá, nem tudom, miért, igen, nem tudom, mióta állt egyébként meg ott, meg hogy főleg kié volt, de hát ez elfölött mindig ilyen szerintem nyugodtan átsiklik az ember ismerve őt, oda ment, felbontott a... Hát nem hiszem el. Mi belőle? Nem az egészet itta meg? Persze. Amit meghagyott, azt letett a szekrényen, utána pedig kisétált. Így néztél, gondolom. Azért, mert az üdítőital, vagy az energiaital, az még kellhet másnak. Figyelj. A másik fele, nem? Hát most dobd ki. Nem dobott ki, megiszod a felét, másik így felére, van. Majd jön a gazdája. Így van, az app készül, kis riskex már befigyel bent a gyomorban, leöblítjük egy kis Red Bull-lal, ki tudja, hogy érted, mikor lesz szükség arra a kis plusz energiára. Aztán kisétált, én meg ott álltam, és így raktam össze, így tudod, hogy a mozaikokból, az egész, hogy tulajdonképpen tényleg az történt, amit láttam, jó? És ez még hozzátartozik, hogy rögzítettem egy fotót,
még a héten. Ezt nem, igazából nem olyan nagy bukta, mert hogy hozzászokott ezekhez a dolgokhoz, csak megmutatom neked, ezt haza is küldtem a mondja kedves nejemnek, és megkérdeztem tőle, hogy szerintem mi a kakukk tojás a képen, mutatom neked is. Zabot készített valamelyik nap, tessék, itt van. Ez szerintem pont a tegnap így vagy a tegnap. Nem, ez a tegnap előtt. Tegnap előtt. Hogy mi a kakukk tojás, igen, zab. Igen, citrommal? Nem, ez a párolódik abban a bögrében, amivel viszonylag keveset látsz, mert le van takarva. Ja, egy CD lemezzel. Igen. Nagyon jó egyébként új kóval meg a Vega, csak így mondom. Gyerekek, hogy, a praktikusság oltárán én bármit teremtő vagyok feláldozni. Egyértelmű. Tehát, hogy ilyen alkalmi tányérkákat keres az asztalon, és talált is egy vadonat, hogy egyébként még ki nem csomagolt CD-t, amivel letakarta a bőgrét, amiben párolódik a meleg tejbe áztatott zab. Na látod, ezért nem sérül, mert ugye egy még becsomagolt CD-t használ. És hogyha megkérdeznéd, hogy mi az a nedves folt az asztal, igen, az citromlé. Az a nem tudom ezt nektek elmondani. Te otthon is így vagy? Vagy ott azért rendben? Nem, otthon nem szeretem annyira a rendetlenséget. Nem, egyszerűen nem tudom elmondani, hogy egy csomó minden jár a fejemben, és egyszerűen olyan vagyok, mint egy szita, amin így mennek át a dolgok, és a sűrűje fönnmarad, és gondolkozom, kattogok a műsor, egy csomó minden, és közben automatikusan végzek olyan feladatokat, ami kevésbé fontosak, és megcsinálom az abot, iszom egy korcsú energiát, beleharapok a rizszeletetbe, de nem, ennek nem teszek bele nagy energiát, mert közben agyban én nagyon melózom. Én régóta úgy gondolom egyébként ezek... már, hogy ő, tehát, hogy ha belülről kifelé néznénk Balázs fejéből, akkor gyakorlatilag egy az egyben ugyanazt látnánk, mint amikor a Terminátort mutatták belülről, hogy itt oldalt mindenféle adatok fúrnak, meg mindenféle információk, tudod, kiszúr valamit, abban a pillanatban elkezdi értelmezni az agya, hogy tudod, ízél, tudod, is kérek, ennyi kilokalória, ennyi só, ennyi fehérje, igen, nem kell fogyasztani az egészet ahhoz, hogy a motorikus működésen felmaradjon, igen, elég belőle csak egy fél falatot enni, jó, oké, mi az ott? Energiaital. Az energiaitalba tudod, mi futott le? Hogy basszus, nincs erőm kávét csinálni. Háromkor, és megy tovább, tudod. És úgy hagyd el a kocsit, hogy tudod, beugat a házérzőm, és észrevesz, hogy egy gépről van szó. Nem, ez közben programok futnak tényleg bennem. Nem tudok mit csinálni, gyerekek. Tényleg így működöm. Isteni az abszeleted, ott van. Ezért van, mi ezért vagyunk. Azonnal racionális döntést hoztam. 5 perc alatt egy kávé, ami lassú, vagy két korty energiát, amit egyébként nem iszom. Úgy döntöttem, kész, megvan oldva a kávé. Attól én fölébredtem, jó volt. Most éppen, így sikerült, igen. Tényleg olyan, mintha egy ilyen kis kobold beszabadulna, és tudod, mindent szétdobálna. A Gremlinsben voltak ilyen jelenetek annak idején, tudod, beszabadultak a szobába, és mindent szétdobáltuk, mindent megkóstoltak, tudod, ilyen. És akkor bementél utána, és olyan volt, mintha egy ilyen forgószél söpört volna végig az egész helyiségét. Szétdobálva, minden belekóstolva, minden megérve. János megy a kis seprűvel utána. Igen, és tudod, egy zseni hátországa meg. Megpörögettem a Koma Megalat CD-t, visszaraktam szépen a helyére, kicseréltem egy tányérral a biztonság kedvéért, rámelegítettem még egy kicsit a tejre, illetve még egy kicsit zabot, hogy tudod, hogy ez mégis legyen élvezetes. Tett rá egy normális tányért, megmeregítette a tejet, egy picit zabot tett be, elrakta a rizszeletet, berakta a hűtőbe az energiaitalt. Tehát, hogy és ilyenkor a legjobb azt, hogy amikor beleszik a zabba, és azt mondja, ez most egész jól sikerült. Érdekes. Baracklekvár, nem emlékszem, hogy tettem volna fel a baracklekvár. Ez most egész jól sikerült. Jól csinált. Kellem vágom, ezt is jó. Egész jó vagyok szomba. Te tudnád, Balé, még 4 kanállal kellett beletenni, hogy bármilyen íze legyen. Nem tudom, ezzel nem fogok tudni már változtatni. Na, egy nagyon helyes kis híre bukkantunk, az egyik áruházlánc logójára emlékeztető, hát kimondom egyébként nem teljesen, nem reklám, Tesco-szerű logóval hirdeti magát, és hétköznapi nyitvatartását egy ózdi templom. Hát annyira bírom egyébként ezt a fajta humorérzéket, mert hogy a mi kis lelkipásztorunk egyébként az ismert áruházránc reklámjára hasonló táblával csalogatja be a híveket, és hát feltette egyébként, hogy gazdaságos bejáratként emlegeti önmagát, illetve, hogy vasárnap is nyitva tartanak, és... Nem, hogy hétköznap, ugye? Hétköznap is nyitva vagyunk, így van. Mert ugye az a Tesco szlogen az, hogy vasárnap is nyitva, ez meg úgy szól, hogy templom, hétköznap is nyitva. Hétköznap is nyitva, így van, hogy jöjjenek be a hívők előszeretettel, mert hogy tényleg ne csak vasárnap menjenek, hanem hétköznap is. És ezzel a fajta szellemes kis hirdetéssel hirdeti az igét, hirdeti az istentiszteletet, a misét, hogy menjenek be hétköznap is
a lelki pásztor, vagy az atya órájára tulajdonképpen, ügyfélfogadására, hogy ilyen nagyon modernül mondjuk. Szellemes, én szeretem, amikor így megpróbálnak beleolvadni a modern hétköznapokban. Hát megtalálta a megfelelő hívószavakat. Látta, hogy a nagy hiperbe irgalmatlan tömegök átcsorognak, vásárolnak, jönnek, mennek, ott vannak, kicsit olyan nekik, mintha a második otthonuk lenne, és ezért egy kicsit átbrandigelte a templomot, és gondolom a perseil is kell írva, hogy a legkisebb is szám. jelezve a hívek felé, lehet, hogy még lehet. Igen. Na, itt van már is a vonalban István. Jó reggelt kívánunk, hello! Szia! Sziasztok! Jó reggelt! Jó reggelt! Jó reggelt! Dicsértessék! A templom görögkatolikus, ugye? Jól mondjuk? Igen, én is görögkatolikus pap vagyok. Na, akkor átteszünk. Feri, légy Ferenc, ezt ne haragudjon. Érte, ne kóstolgass meg korábban. Na, hogy kiraktad ezt a feliratot? Mi nagyon szeretjük az ilyenfajta humorizálást egyébként. Miért gondoltál azt, hogy ez hatásos lehet? Hát, ha csak annyit ért volna el, hogy a ti érdeklődéseket fölkelti, akkor már valamilyen célt elért. Tehát nyilván nem vagytok nagy templomba járó srácok, úgy gondolom. Voltunk. Első áldoztunk, bérmálkoztunk, minden volt. Többször is, nem? Persze. Többször neki futásra. Engedtek át. Nyilván van egy közösség, akit meg tudok szólítani, akikkel rendszeresen találkozom, és hát Ózdon lakunk, ami nem arról híres megint csak, hogy a kereszténység annyira dübörögne, és szeretnénk másokat is elérni. Hiszen az üzenet, amit az egyház, a görögkatolikus egyház, amit Jézus Krisztus adott a számunkra, az mindenkinek szól. És egyébként is azt gondolom, hogy időnként jó a szokásos kereteket picit túllépni, hogy kilépjünk a megszokott keretek közül. Többen lettek ezáltal egyébként? Mentek hétköznap? De sokkal inkább az a jellemző, hogy érdeklődés van is, hogy egy picit ismertebbé lett a közösségünk. Nyilván ez egy hete van kint, ez a tábla nem is sokáig lesz már kint, de én gondolom, hogy sokan fölkapták a fejüket, hogy itt azért egy picit másról is szó van, nem csak egy középkori dologról. Uh-huh, de nem úgy lett ismertebb a közösség, hogy azt mondják, hogy hallottad, kinyitott az új Tesco. Figyelj, én mondom, hogy jó, bár nagyon fura, itt nem lehet kapni semmit. Az ostjájuk nagyon jó. Tényleg volt, aki bement és kereste a kasszát? Persze. Hát nem akarta az érdekes egyébként, hanem az Istennek a keresése, ami azt mondom, hogy minden emberben benne van, csak ki hol és miben keresi. Ez abszolút így van egyébként, persze, csak kérdezem, hogy volt, aki félreértette, és esetleg bement, hogy azt hitte, hogy valójában rossz hely van, mert ugye a logó és néhány, a feliratot, amit kiraktál, az nagyon hasonlít a hipernek a logója. Nyilván, hát ez a legismertebb volt egyébként itt is Ózdon, de semmi olyan szándékunk nem volt, hogy most őket bántsuk, vagy bárkit is bántsunk, sokkal inkább a figyelem felhívás volt. Voltak rosszalom megjegyzések esetleg a gyülekezet idősebb tagjai részéről? Hát ez az orosz atya. Érdekes egyébként, hogy egy fiatalabb testvének volt egy ilyen, tudod, gyűlítő, a like mellett van ilyen jel a Facebookon, mert a Facebookon is megjelent a felirat, és akkor egy fiatalabb testvének volt egy ilyen gyűlítő megjegyzése. De van saját Facebook oldalatok? Hát az Ódi Görögkatolikus Egyházközségnek igen, van. Nagyon jó. Ezt bírom. Nagyon helyes. Ez jó egyébként. Mondjuk nem én kezelem, azért a gyerekeink kezelik általában, mert hogy nekem annyi gyerekem van, mint nektek hármótoknak. Ötös? Öt, hát jó tud számolni. Nagyon jó, van, köszönöm. Honnan tudod, hogy nekünk hány gyerekünk? Hallgatod a műsort, vagy járatod a Story magazin? Hülye, azért nem vagyok. Hát csak kérdezem, vagy igen. Nem, már tudtam, hogy kikkel fogok beszélgetni, és kicsit utána. De arra is. Ja, tényleg? Utána olvastál? Komolyan? Igen? A Wikipédiát megnéztem, hogy ne. És megnézted a Wikin, hogy hány gyerekünk van összesen. Hát ez nagyon. Hallottatok, de igen. Egyébként hallgatsz rád? No, ez micsoda dolog? Mi az, hogy hányat vallottatok be? Hát jó. Hello. Ebben a szabados világban azért sok minden előfordul. Atyám, én adáson kívül felhívnálak, beszélnünk el. Igen. Kérlek, gyóntass meg. Tudsz titkot tartani. Így a felé. Ha voltál első áldozat, akkor semmi akadálya. Hát, voltam. Csak füstölt a szentelt víz, és anyám kihozott a templomban. Igen. Te figyelj, a felhívás miatt gyalogoltál, nem is tudom, tavaly előtt 120 kilométert? Négyszer mentünk már el innen Mária Pócsra, gyalog férfiakkal. Uh-huh. És
Hát ez most az érdekes volt, mert mikor kitaláltuk először, hogy menjünk el, akkor ketten indultunk el, egy budapesti sráccal, akinek vannak ózdi gyökerei. És Kazincbarcikán csatlakozott hozzánk egy cigány testvérünk, és tavaly már 20-an voltunk, és rendkívül érdekes, mert minden nap gyalogunk 30 kilométer. És ez azért emberpróbáló, mert nagy rész aszfalton megyünk, de ugyanakkor olyan közösséget hoz össze, hogy el se innétek. Tehát itt, mit tudom én, 5-6 cigány testvérünk is volt velünk, barátom, és itt nincs rasszizmus, meg nincs szegregáció, tehát együtt eszünk, együtt izzadunk, egy kocsiban van a cuccunk, nagyokat beszélgetünk, együtt imádkozunk, tehát ez hihetetlen, hihetetlen ereje van egy ilyen zarándoklatnak. És ez már első körben is ilyen zarándoklatnak indult, vagy pedig valami gondolt a borsod volnának? Nagyon szeretek, hát én 51. Borsod volán. Ha te lennél, akkor biztosített volna. De mi komolyan gondoltuk első perctől kezdve, és én nagyon szeretek zarándokolni, mert hosszú ideig értünk Kárpátalján, és onnan jöttünk többször gyalogosan, és nekem hiányzott egy picit, mikor ótra kerültem. És megnéztem a térképen, hogy belefér, és pont belefér egy vasárnapról vasárnapig. Vasárnapot nem tudok kihagyni, és akkor hétfőn reggel indulunk, szombaton este, ha kell, akkor itthon tudok lenni, és akkor mégiscsak van egy gyönyörű zarándoklat. És te tényleg motorozol és sielsz is, ez igaz? Hát ez hülyeség, hogy motorozok. Diákkoromban motoroztam sokat, mert a feleségem egyébként ózdi, és ide jártam udvarolni a Nyírségből. Síelni viszont nagyon szeretünk a családdal, ez biztos. A télnek az egyik gyönyörűsége, hogy a családdal együtt, a nagy gyerekeinkkel, a kisebb is 19 éves, elmegyünk néhány napra síelni. Wow, meg teniszezni szeretek, meg ijászkodni, amit te is figyelsz. Komolyan? Hát, te jó. Reflexiad van, vagy csigás ijad? Milyen ijjal ijászkod? Csigás ijad van. Csigás ijad van? Háruló. Hát ez a gyengi a fegyverem. Puhák a csigás ijjal mennek a komolyan. Jó, de így jártam, magam csinálom a beszélt hozzá. Persze, meg a csigás is. Nem a testkóra sem. Na jó, van, itt fejezzük is be. Én nekem egy reflexia vegyek, az jobban szeretem. De a csigás ijak is nagyon, sokkal erősebbek nyilván a csiga miatt, de hát azért egy szép reflex is. És teniszezel is komolyan? Igen, megyek 9 órára teniszezni. Ma? De jó. Figyelj, cseréljünk számot, ha te meggyontadsz, én meg két tenyeres keresztel gyorsan rendet teszem az egódat. Na, és akkor egy ilyen kölcsönös tanulási folyamatot itt egymásnak. A lányok tudják a számot, úgyhogy elérhető vagyok. Jó, játszol? Nem, amatőr vagyok. Szeretek, inkább szeretek, mint tudok. Aha, egy lelkes amatőr. Aha. Igen. De jó, mennyi párhuzam van köznek, és szeretsz sütni, főzni, és néha vannak bűnös gondolataid is. Hát nem. Hát bűnös gondolataim vannak, mert azért nem vagyunk tökéletesek, mi sem, csak szembe merünk vele nézni, meg próbálunk javulni. Pontos, és mit csináljunk? Bűnös beszél. Gondolatokkal mit csináljunk? Segíts egy kicsit. Tehát, hogyha nem csak hülyeségből mondanád a Jónát. Nem, most komolyan kérdezem, hogy... Én azt gondolom, hogy nekem az, hogy én 51 évesen egy kiegyensúlyozott családapa vagyok, és valamennyire hitelesnek élem meg magam, ebben a lelki vezetőimnek óriási szerepe van. Akiknél időnként, havonta, két hónapot elvizem a gyónásomat. Istenem, hát az nekem csak egy gyónást tartana két hónapig, nem lenne elég a havi. De ezt nyilván kívülről így látod, de ez belülről egészen másképp néz ki. Belül egészen másképp. Felnőtt emberek vagytok, tehát ez egy csoda, amit én megélek a gyónásaimban. És egyébként, hogyha papi életem öröméről beszélek, annak is az egyik legnagyobb öröme, amikor másokat segíthetek az ő lelki életében. De aranyos vagy, nagyon helyes ember, hogy örülök, hogy találkoztunk. Reméljük, hogy a felhívásod hatására és a beszélgetésünk hatására hétköznap is sokan betérnek. Na, akkor hát ha még eljött teniszezni és eljött a templomba, és akkor biztos többen lennének érted. Az milyen lenne? Lehet, hogy megkerestek. Teniszezünk egyet, és utána beszélgetünk egy jót. Benne vagyok abszolút. Okay. Köszönjük, vigyázz magadra! Üdvözlöm a fiúkat, szia-szia! Átadom neki. Köszönjük szépen, Mármi. Orosz atyának köszönjük. Köszönjük szépen. Ő nagyon helyes. Nagyon. Figyelj, jó, ez a fajta nyitottság a világra, ez a Facebook, meg ez, hogy kiteszed ezt a teszkos táblát. Ez szerintem zseni, csak így. Csak így, persze. Igen, nem lehet visszavonulni az 1000 éves bástyák mögé. Nem hát. De szimpatikus, de aranyos. Igen. De ők mit csinál? Azt most elmegy 9-re teniszezni. Most nyilvánvalólag ráért, nem hallottuk, hogy sietett volna. 9-től teniszezik. Aztán délután van egy kis belőle. Ne, hát elmegy délután egy picit ijászkodni az erdőbe. Ön is csak Isten bárány, jól a lambockám is. Ott az a szép őzvakna irány a szemek közé. Pácska, na végjába kaptam. Gyereknek enni kell. Az ijászkodás az egy jó dolog, azt megértem, hogy csinálj. Még ezért nem tudtam már, de az nagyon, nagyon meditatív sport.
Elmenjek atyával, üssek el? Igen, főleg a veszőkeresése. Másfél-két órát kell. Nem, a veszőkeresés az ugye, aranyom, nagyon fáj, látom megnézni, hogy mi állt a hátam. A sancok ijászkodtak itt az erdvei. Én ma nekem se ide. Ez nem rőzse, 20 vesző. Hát elmegyek és beszélgetek vele együtt. Most komolyan, egy ilyen csendes meditatív délutánt így rászánok erre, hogy elmegyek és egy órát beszélgetek vele. De nagyon jó arc, szimpatikus. Csak ott tudjátok, hagyja. Ki van a Tesco-ba? Palá. Remélem, ott van a Rákóczi Janus. Megeszem az ostját, megiszom a misebort. Hát nem. Azzal a szemléletem, amit elmondtál a megszállásért, mi ez, atyám? Na, az mi a megvetén? Nem, megveszem. Orosz atya pedig ott ülérted összetörül a látogatást. A kereszt így megfordul, így lefordul a kereszt, tudod? Jézus atya, úristen. De helyes ember. Na jó, van, 5:08 pontosan 6 perccel figyeljetek, mert nem sokára jön a barcelonás kérdés. Hogy legyen idő szavazni, és hogy a mai napon még adásba tudjuk hozni a nyertest, ezért mert ezt viszonylag hamar játsszuk, úgyhogy nem sokára jön a kérdés. 8 óra után pedig az utolsó lehetőséget kapja egy hallgatónk, hogy elvigyük Barcelonába. Vagyis igazi gólörömöt kell produkálnia, és mutatjuk természetesen az összes jelöltet is, akire lehet szavazni, úgyhogy jövünk mindjárt Ákos híre után. Ha 3:48 lesz pontosan. Már el is múlt. 2 perccel jó reggelt kívánunk mindenkinek. Gyerekeket, lassan 40 évesek az embernek, ilyenkor még baja van az órával. Szóval, hogy de előbb-utóbb megtanulom. 3:48 múlt, 2 perccel itt vagyunk, és folytatjuk. Hatalmas a dugó az M2-es autópályán Gödnél, Dunakeszi felé. Már a felhajtó is bedugult. Fél óra alatt 3 métert haladtam, Zsófi. Drága vagy, hogy elküldted, köszönjük szépen. Igen, hát nagy baleset. Hármas karambol miatt van egyébként egy kis kisebb dugó, a kisebbet nyilván idézőjelben értem, és emiatt. Ha azon túljutottatok, akkor már jól lehet haladni, viszont óriási a dugó, úgyhogy aki tud, az kerüljön. M0-ás Maglódi lehajtó személyautó az árokban, utas ül benne, segítsége még nincs. És csak visszatérve még az M2-es Budapest felé vezető oldalára, a dugót még Sződligetnél el lehet kerülni, tehát ha valaki jön be az M2-esen, és Sződligetnél letér a pályáról, ha addig még nem dugult vissza, akkor ott még van lehetőség elmenekülni. Ez pár perccel ezelőtt jött, nem tudom mekkora a távolság, Jokur Betyár küldte nekünk, hogy ez egy lehetséges alternatíva, hogy arra meneküljetek. Egyébként engedik az autókat, csak nagyon lassan, és emiatt dugul. Gyerekek, mindenre rálátunk. Mindenhol vannak szemeink. Ez olyan jó, hogy valahol történik valamit, te bemondod a rádió, hogy küldjetek infót, és megjön az info. Ezt annyira szeretem, mert 10 év után ezzel lehet hozzászokni, nem? Hogy az ország bármely pontjáról kérsz bármilyen információt, 2 percen belül vagy itt van adásban az ember, akiről beszélünk, vagy az ismerőse, vagy elküldik a hallgatók, hogy igen, ott van, és ez is ez történt. Kicsit az ember tényleg mindenhol ott van. Na, 51-es út Kalocsán-Baja felé zöld lada Nívából mérnek, ezt Csoki küldte nekünk, köszönjük szépen. Jövő héten turnéja nem elfelejteni, Szombathely, Székesfehérvár, Szeged, Békéscsaba, Kazinc, Barcika, a pontos dátumok és a pontos helyszínek a városokon belül az Instagram oldalunkon, a Facebook oldalunkon, a Morning Show.hu-n, a Klassz.hu, mindenhol ott van. Szombathely, főtér, május 9-e reggel 6 óra. Ez az első állomás. Hát nem nehéz bennünket azért megtalálni, nem, mert már szépen oda tesszük a kis üvegstúdiónkat, ki lesz világítva, nagy molinó. Már este áll az üveg. Így van, előtte van, való este. Békés Csabán és Kazinc Barcikán először leszünk, nagyok az elvárásaink a városokkal szemben. Ha értitek, mire gondoljon. Külön sátrat állítat a befogadott élelmiszereknek, süteményeknek, és nem tudom minek. Csak óvatosan, nem tényleg, csak óvatosan, jó? Tehát, hogy nem kell, magatokat hozzátok, az a legfontosabb. Ugye mind a két hely egy picit olyan helyszín, ahova hazatérünk. Igen. Hát ugye Békés Csabára felé, mert hogy ugye a szűkebb környezetében nőtt fel, nevelkedett, tehát Kazinc Barcika pedig számomra nagyon kedves, hiszen ott a legnagyobb a pornófogyasztás. Felhőtt filmekre. Rácsörgünk ma még Kazinc Barcika polgármesterére, hogy készüljön, jövünk, csak egy rövid kis beszélgetés erejéig. Most azonban játszunk, és utána jön a barszás kérdés is, úgyhogy figyeljetek, nem sokára ez is elhangzik. A kérdés azonban előtte, mit mond óra? Visszafelé beszélünk. Művészebb életfaszír. Hozzájállat, életfaszírban nem aki kérdez... Sziasztok, Dóra vagyok, találjátok ki, mint mondok visszafelé. Aki válaszol... Halló, jó reggelt!
Jó reggel, sziasztok, Tibor vagyok. Szia! Tibor! Hello Tibor, honnan hívtál minket, Tibor? Sziasztok, Kaposvárról hívtalak titeket. Kaposvárról! Gyönyörű hely, idén nem megyünk, de tavaly azt hiszem volt. Tavaly előtt. Uh-huh. Tavaly előtt volt. Igen, volt. Kaposvár volt a nagyon helyes néni a szendvicskenős buliban. Ja, emlékeztek, jó ideje. Soha nem felejtjük el. Sose felejtem el. Nagyon jó sikerült. Sírtunk rajta, hogy hogy csinálja a szendvicseket, igen. Na, egy darab híres emberünk maradt. Nem is nagyon tudsz mivel választani. A péntek ugye az mindig már. Ebből a szempontból igen, egy kicsit nehezebb. Jó, figyelj, indítjuk az órát. Fél okay. perc azon próbált kitalálni. Atak az naj. Uh-huh. Mutatom egyszer. Ó, gyerek. Atak az naj. Hát ez nem nehéz. Az naj. Uh-huh. Nagyon jó, szeretem, csinálj csak, igen. Jadnag. Állam, mi van? Kérem, még egyet. Adnaj. Na jó, beszélünk Janza magyarul. Kata. Atak az naj. Janza Kata. De kár, hogy lejárt az idő. De kár, hogy eltelt ez a másfél perc, mióta játszunk a kutyafáját. Srácok, létszi, ajándékba lenne a páromnak, most egy szülinapja, nagyon nagy rajongótok. Isten éltese sokáig. Nagyon boldog születésnapot kívánunk neki. Mondd, hogy kevés embert köszöntenek föl a Baliék adásban. Hát igen, mert meg is mutattam neki, mert ő most nem hallgat titeket, meg dolgozik, de sajnálom. Igen, megmutattam neki majd. Ja, majd megmutatom neki. Igen, vissza szokta hallgatni minden nap az adásotokat, laptopról, iporról. Hát hogy fog örülni, hogy hallja a hangot? Hogy fog örülni, hogy ennyire egyszerű feladványon így elvéreztél, hogy Janzakat, és volt itt, jatya, vagy ma, vagy mú. Hát telefonon ez tényleg nehezebb. Hát bocsánat, eddig a héten mindenki megcsinálta, tehát négyen megcsinálták. Nehezebbek voltak, igen. Ó, basszuskúgy. Hát, sajnálom, srácok. Ki kell engesztelned majd valahogy akkor. Majd kitalálok valamit. Van egy csomó plusz ajándékunk a reklámon, az hallgass meg, jó? Oké, okay. Nagyon szépen köszönöm. Sziasztok! Ciao, hello. Fú. Na! Ennek is volt egy ilyen masszívan halucinogén közepe. Tehát amikor így nem tudtad, hogy mi történik. Hát ilyenkor vagy elfogyott az anyag, vagy most szívott rá. Az a vajna. Pszichedelikus, igen. Oké, gyorsan a basszás kérdés, hogy tudjanak ráhallgatni válaszolni, mert 8 után már egy újabb sportkommentátort ismerhet meg az országvilág. Melyik évben adták át a Nukem stadiont? Milyen egyszer? Ennyi, gyerekek. Hát ez kész. Kész, nem tudja. Azt magára vessen. Ez kész, azt nem tudja, az jó. Mikor adták át? Jó, nézzétek meg az interneten. 7 perc, pontosan 8 óra, nem sokára mutatjuk az eddigi jelölteket, és az utolsó sportkommentátorunk is berobban az adásba, és remélhetőleg leszakítja a mennyezetet, úgy fog közvetíteni. Úgyhogy jövünk a jelöltekkel és a játékkal a hírek után. Show, nagy tavaszi országjárás 2016. Már 7 éve minden májusban elindulunk. Miért lenne ez idén másképp? A hazai rádiózás legnagyobb sztárjai idén tavasztal is a nyakukba veszik az országot, hogy a magyar rádióhallgatók testközelből élhessék át a hamisítatlan Morning Show élményt. Tarts velünk mind az öt állomáson, burkold be a nyereményeket, és mi tejben vajban filöztünk. Szombathelyen kezdünk, aztán Székesfehérvár, a sütőtök, mégis sem van. És pénteken pedig Kazincz Francika. Lesz üvegstúdió, hatalmas nyeremények és felejthetetlen hangulat. Klassz FM Morning Show nagy tavaszi országjárás 2016. Már 7 éve a legklasszabb buli. Klassz FM hallgató. Folytatódik Magyarország első és egyetlen Morning Show-ja, akik nélkül nincs reggeli rádiózás. A mikrofonnál Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ez itt a Morning Show, Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. 9 óra. 9? Basszus, nekem ez ma nem megy. Mennyi az idő, Jani? Várja, megnézem. Azt mondja, 4:11.
8-ra úgy pontosan 10 perc. Nem, én ezt már nem tudom. Ne haragudjatok, valamiért én nem tudom ezt ma megugrani. Egyébként se nagyon, de ma végképp nem. Tehát ránézek az órára, és azt mondja, 8-ra múlt 10 perc, ez Bali ma nem tudja megcsinálni. Tehát ez kész, hát ez ma nem megy. Megszólásolt, felírjuk egy papírra. De ne számokkal, ezt nem értem. Tehát írd le, hogy 8, és írd le, hogy 8, mert azt, hogy el tudom olvasni, ma nem hibázom. Érted, egy lehet, hogy 8 óra 10, simán bemondom, hogy 9 óra 7. Jöjjön be egy segédszerkesztő, egy research, egy ügyelő, egy nem tudom, és egy táblán mutassa fel. Mindig írja föl éppen betűvel, hogy már hol tartunk, és... És akkor mi is lesz? És akkor mi lesz? Én hazamegy egy gyerek. Vannak napok, amikor nem kell dolgokat erőltetni. Ja. És nagyon sokan jelzik, hogy a Best Love-ba szeretnék hallani még egyszer a mit mondóra játékosunkat, mert hogy ez a Janza Katás feladvány, ez azért nagyon szóval. Janza, Katya, Anja, Zangara. Zangara, Angara, Bangara, Mangara. Ott minden volt egyébként. Kis kezi csokkolom. Azaz. Az is volt benne. Az is volt. Na! Forduljunk rá akkor a célegyenesre, vagy a felszálló pályára, vagy a leszálló pályára. Én nem tudom, az egyik kedvenc... hallgatják ebben a pillanatban. Hát, az egyik kedvenc játékom, komolyan mondom, hosszú ideje. Én nagyon szeretem a valentinos játékot, amikor összehoztunk párokat, Vakradira mentek. Sok játékot szeretek, sőt, a legtöbbet nagyon, de ami ezen a héten történik, az maga a csoda. Az maga a csoda, mert hogy minden nap megismerhetünk egy fiatal, vagy éppen kevésbé fiatal, de nagyon helyes sportkommentátor, szakkommentátor, és hát szenzációs. Egy ős tehetséget. Így van. Egy ős tehetséget. Mert hogy minden játékosunk egyébként a maga minőségében az volt. Egy ős tehetség, egyfajta kiugró, nem is tudom. Csiszolatlan gyémán. Csiszolatlan gyémán. Így van. És mindannyiunknak hálásak vagyunk. Tényleg azért, hogy játszottak velünk, mert nekünk is nagyon jó, nagyon kellemes, nagyon szórakoztató pillanatokat okoztak, és a hallgatóinknak is. És ezt abszolút a szó valód értelmében mondom, mondjuk. Tehát, hogy ezek nagyon-nagyon pozitív élmények voltak számunkra. Megmutatjuk most akkor a pénteki jelöltünket, mindjárt beszélünk velem. Aztán egyenként megmutatjuk újra a hétfőt, a keddet, a szerdát, a csütörtököt és a pénteket még egyszer, ha megtudjuk. És utána fölpakoljuk őket a Facebook oldalunkra. Ott nagyon fontos, hogy like számok alapján döntünk majd, tehát nem azt, hogy hányszor hallgattátok meg, vagy hány megosztása van az illetőnek, ilyen kis hangfájlok lesznek, ugye? SoundCloudon. Mi? Nem tudom, most hallottam, hogy van ilyen fogalmas. Nem, behozta az ügyelő egy táblát. Fölütöttem egy bakos, de nem volt benne basszus. Hogy... tehát aki a legtöbb lájkot kapja, őt hívjuk majd vissza 10 óra előtt néhány perccel. A tét óriási, ezerszer hangsúlyoztuk már. Fantasztikus élmény. Hát igen. Hát nekünk egy utitársunkról van szó, illetve utitársainkról, mert hogy kiderült, hogy ugye nem csak egy személyre szóló jegyről van szó, hanem kettő személyre. Így van, ezt ugye kevesebbet mondtuk, két jegyről van szó, tehát nem csak egy valaki, ahogy Jani is mondja, jöhet velünk a barcelonai meccsre, a barcelonai hétvégére, ami ugye egy komplett hétvéget, tehát nem csak a meccs, repülőút, utazás, transfer, szálloda, meccs, kajapi. Tehát tényleg nagyon jó lesz, hanem az egész hétvégét velünk töltheti, és hozhat magával valakit. Barátot, barátnőt, havert, szülőt, akit szeret, kollégát, tényleg bárkit lehet hozni, akivel ti jól éreznétek magatokat Barcelonában, és szívesen megnéztétek egy Barca bajnoki fordulót. Na, hát, járőrtársa. Gyerekek, a tegnapiról azért néhány mondat, ha valaki nem hallotta volna, ugye egy rendőr párosok botlottunk, ők éppen mentek egy rendőrautóval, szolgálatban voltak, nem mondták el honnan, hova, csak valahol megemlítették, hogy valami autópályán mennek valóban. És hát óriási volt, amit nyomtak. Már a felvezető is érdekes volt a beszélgetésnek, aztán ugye jött Attila és Tamás talán, Dempsey és Makepeace, a két torrente, a két fiatal torrente, és hát kifújták a szakmaórát, megmutatták, hogy elképesztően jól közvetítenek, úgyhogy majd, amikor ismételjük a részvőket, őket is mutatjuk. Hívjuk akkor az utolsó játékosunkat, jó? Atmoszféránk megvan. Tegyük meg tétjeinket, milyen típusú lesz? Hát szórakoztató vagy profi? Az élet úgyis felülírja. Az élet ezen a héten mindent felülírt. Volt, ahol átpattant a labda a szomszédba, a kutyákhoz. Ágit ugye ismerjük, hogy nagyon cuki volt, nagyon aranyos volt. Áron szerdán egyébként egészen jól oldotta meg, sőt kiválóan. Kicsit ki is lógott ebből a mezőnyből. Attila és Tamás tegnap, hát két rendőr barátunk, ők pedig egyszer elképesztőek voltak. Stefan Derik és Harry Clay. Na. Halló, jó reggelt, Balázs Morning Show, Jani Feri, hello. Sziasztok, Laci vagyok.
Laci, halkid le a rádiót, ez a legfontosabb. Kitárgyal az Isten. Héreáltam. Hogy hívnak? Bocsánat, nem értettük. Laci vagyok. Laci, hello. Laci. Kikapcsolod az indexet, Laci? Igen, igen. Jó, alakul. Kamion, kis teher, személy. Kamion, nagy autó. Az igen. Nagy autó, jól van. Oké, hol állsz most, merre vagy? Sárkeresztúr. Sárkeresztúron áldogál szépen. Igen. Mit szállítasz? Követ, Dolomit követ, megyek a Mercedes gyárba Kecskemétre. Miért? Abból csinálják a Mercedes-t Dolomitból? Ha, miért kell? Nem is gondolom. Nem, hát bővítik az idén. Nagy beruházás. Tényleg nagy beruházás van. És, igen, ezt szállítjuk az alapanyagot. Csarnoknak az aljába ez megy. Azt a mindenségét neki. Épül a haza. Épülünk, szépülünk. Lacikám, na mesélj egy kicsit nekem a futball szeretetedről, magadról, mit szóltál, mikor meghallottad ezt a játékot, miért neveztél be, kivel mennél? Hát ugye múlt héten kezdtétek ezt a játékot reklámozni, és hát én nekem már volt szerencsém eljutni Barcelonába. Nem tudom, hogy ez most így, hogy elmondom, ez mennyivel növeli az esélyemet. Nem mondtam volna be, igen. Nem baj, hát most őszinte vagyok. Ez bemondom, én eljutottam az idén életemben először. Kamionnal. Nem utoljára, nem kamionnal, nem. Nyaralni? Barca meccsre, vagy hogy? Barcelona Celta Vigón, igen, februárban voltam, 6-1 volt, nagyon jó mérkőzés volt, nagyon. És hát azt mondom, aki meg fogja nyerni, az nem fogja megbánni, mert tényleg egy életre szóló igen. Élet. Hát akkor miért nem adod át másnak, és följünk valaki másnak, aki még sose volt? Adja már másnak. Hát ha így indulsz neki, hogy figyelj, ha bárki megnyeri, az nagy élmény lesz. Egyébként voltam nagyon jó, akkor mondd meg, hogy gyerekek, cukik vagytok, köszönöm, de nyerjen valaki, vagy kapja meg az esélyt valaki, aki még sose volt, nem volt Barca meccsen, nem volt Barcelonában. Voltál Barcelonában, voltál meccsen. Igen. Ráadásul elmondod, hogy aki megnyeri, tehát nem is teszed oda magad. Ráadásul Atletico drukker vagy. Nem, tökre nem akarom tőled elvenni, és ha akarod, játsz le, ez a te döntésed, nem akarlak rábeszélni, csak a hangzottak alapján én lehet, hogy azt mondanám, hogy hadd hívjunk föl mást, mert hogy azért ez egy baromi nagy dolog és baromi nagy ajándék, de azt mondta, hogy figyelj Bali, én azért ezt lejátszanám, megadnám az esélyt, az ellen nem fogok tiltakozni, ez a te döntésed, csak hallva ezt a kis csomagot, hogy voltál meccsen is, voltál Barcelonában is voltál, lehet, hogy azt mondanám, hogy... Csak meccsen voltam, tehát nem Barcelonában mentünk vasárnap, reggel, hétfő jöttünk, tehát semmi városnézés, csak a meccs, csak mentünk ki. Jó, tehát akkor nem adod át. Átadom, átadjam. Ahogy gondolod, Laci, tényleg rád bízom, csak ez csak egy kérdés volt bennem, de nem győz, tényleg, ahogy gondolod. Átadhatom. Most én beszéltem rá? Igen, most én beszéltem rá? Azért ne add át így, már nem. De na, mi legyen? Hát, mondja ő ki, mondd ki, Laci. Igen, mondjuk én is voltam, akkor én is át. Átadom, tessék. De rendes vagy, jó, rendes vagy, rendes vagy. Mivel tudunk neked kedveskedni? Már mit kérsz cserébe? Küldünk neki képeket Barcelona. Mit kérsz cserébe? Jani helyett elmennék. Na, de! Jani, tudj cserébe! Átadom, viszont hagyd menjek a Jani helyett. Óriás! Ez nagyon jó biznisz. Hallod? Hát ez a hülyének is megér. Te vagy az évemberem, Laci. Így van. Jó, figyelj, egy amelyik helyett egy Sárkeresztúrra. Nem, én csak a többi hallgató érdekében mondom, hogy szerintem ez egy nagyon szép gesztus, és ez így nagyon klassz. Egy ajándékcsomaggal esetleg boldogát tehetünk, vagy tudunk bármit adni tényleg azon kívül, hogy most valamelyikünk nem megy. Laci, mit kérném? Nem, mondom, ajándékcsomaggal. Hát most ajándékcsomagot még nem kaptam, persze. Jó, látod? Jó. Na, akkor no, tartozunk egy ajándékcsomaggal. Így. Jó? Jó, és akkor beraktak engem a hatodiknak, és rám is lehet szavazni. Mert ilyen fair játékos volt. Ez jó, ez jó. Na, majd szólunk a Bekonnak, hogy egy fair play díjat pattintson már. Hát valamint, hát most engem csak elférek valahol az utastérbe, vagy valahol. Persze. Édesem, most még a végén szomorú leszel, nekem meg lelkiismert furdalásom lesz. Nem. Jó, figyelj, van mikrod, hűtőd, tévéd? Szerintem úgyis megvan a nyertes. Van mikrod, hűtőd, bármit? Mi az, ami leginkább kell? Van minden. Mindened van? Most bemondhattad volna! Most mondhattad volna be, hogy kell egy mikro! Te vagy egy az a tetszavazók! Nagyon szimpatikus vagy! Na, egyre szimpi vagy! Nem mész el Barcelonába! Mindened megvan, nem kell semmi! Nem kell neked semmi! Figyelj, jó fejek a Bekosok, csak azért mondom, és azt mondtad volna, hogy figyelj gyerekek, örülnék egy nem tudom mikrónak, akkor lehet, hogy el tudtuk volna intézni, vagy egy mitői hűtőnek, persze. Semmi? Nem, de jó lenne, persze, hogy jó lenne. Tök jó lenne. Jó, na figyelj, valamit intézünk, jó? Jó. Hívunk egy másik játékost, nem felejtünk el.
Jó, de nyertes az úgyis megvan. Hűtőmágnesnek örülnél Barcelonából? Csókoltatunk. A legelegánsabb hallgatónk vagy, imádunk. A többi hallgató nevében, aki még sose volt Barcelonában, sose volt Barca meccsen. Ez egy szép gesztus, fair play ajándékot megérdemelsz. Életre szóló élmény, tényleg nagyon jó. Nagyon drága vagy, és ezt, hogy így bevállaltad és elmondtad, le a kalappal, jóvá tesszük, küldünk egy csomó mindent, elmondjuk majd, ha beszéltünk a szponzorral, jó? Rendben, köszönöm. Drága vagy, köszi Laci, ciao, hello, hello Laci. Rendes. Gyerekek, ilyen hallgatóink vannak, le a kalappal előtte, komolyan mondom, le a kalappal, ez egy szép gesztus. Most ez egy az, szép az lesz, hogy ha valaki más megnyeri, akkor a Lacit vigye el magával. Egyébként az már az ő döntése, igen. Ha ő neki nincs senkije, és ő azt mondja, elviszem a Lacit, vigye el a Lacit. Uh-huh. Az már a nyertes döntése. Az már a nyertes döntése. Nem, az lenne, hogy ezek után a Beko bedobná, hogy akkor felpédik itt a BL döntőre két jegyet. Jó, azért ne legyünk terhetetlenül. Persze, és egy 600 literes jégkockát gyártó, nem tudom, ilyen kétajtos hűtőszekrény. Nagyon szimpatikus, vagy a másik véglet kapnak kettő darab izzót a hűtőszekrényé. Nem, bekosok jó arcok. Jó, oké, Lacinak egy fair play díjat intézünk, majd beszélünk a sponsorral, de én szerintem tényleg menjen olyan, de ez a hallgató döntése azért, de talán jobb szájízzel szavaznak úgyis a hallgatók, hogy olyan, aki nem volt, de Lacinak mi ezt majd. Jó, hát ez, gyerekek, ilyen fair hallgatóink vannak, azért ez jó. Az ő döntése volt. Az ővé, abszolút. Ez olyan, amikor valaki kezébe adod a fegyver, ő húzta meg. Nézd csak, húzta meg. Várja meg. Érdeztem, és még azt mondta, hogy nincs is semmire szüksége. Igazán. Ha várja, ki kell biztosítani előbb. Na most csinálj így. Na, jó, oké. Okay. Jó, csőre húzom neked. Tessék. Csányi Sándor, tessék. Halló, jó reggelt! Meg vagyunk. Isten, hazaértünk. Jó reggel! Ciao, hello, morning show, szia! Rádió, lehal két autó fél el. Ez a menet. Mondj egy nevet közben. Hú, bakker. Oké, megvagyunk, bocsánat. Hogy hívnak? Zsolti vagyok. Zsoltikám, szia Zsolti. Ezt egyedül adtad elő, vagy ült más az utas térben? Igen. Hú, fiúk, várjatok pillanat, tényleg. Meg vagyok, csak félreállok. Jó, merre mész éppen, Zsolti? Pécsen vagyok. Pécs. De jó. Ez nekünk szólt, ez az ováció, vagy meghúzták az új autót? Várjatok, tényleg. Oké, megálltam. Na. Jó, bocsánat, tényleg. Na, hello, Zsolti, akkor kezdjük el. Jó reggel. Szia, Zsolti! Kiszálltok, szia Balázs, sziasztok! Hello! Ciao, hello Zsolti! Tényleg egy nagy köszönet már most, tehát ez fantasztikus, komolyan. Hát ilyen hallgatóink vannak, Laci előtt tényleg le a kalappal. De ez durva. Igen. Zsoltikám, hát jelölt vagy, ugye? Mondj egy jó választ, ugye a kérdés úgy szólt, hogy melyik évben adták át a Nukem stadiont? Hát az év 1957-es, és írtam, hogy így van. Ez az. 1957. Na, mesélj egy kicsit magadról, újraindítjuk akkor a beszélgetést, futballrajongó vagy-e, voltál-e Barcelonában, szereted-e a Barcelonát, tehát a hangod alapján minden adott. Így van, én egy óriási futball szurkoló vagyok, Magyarországon, illetve minden országban van tehát minden bajnokságban tényleg van egy kedvenc csapatom, egyértelmű, hogy a Barcelona a spanyol bajnokságban, gyerekkorom volt, tehát amikor Koeman, Ronald Koeman, meg tehát mi úgy fociztunk annól salakpályán, kis Záhonyi pályán, sose felejtem el, kis porba fingóként, hogy ott, tehát ott Ronald Koeman rúgta a szabadugás, gyerekek, semmi. Az a durva, hogy az, akkor egy generáció vagyunk, mert nekem a holland válogatott, a Hulit, a Koeman, a Van Basten volt a kedvenc válogatottam egyébként, azért, mert narancssárga volt a színük. A nagy holland válogatott, Ronald Koeman, Erwin Koeman, Van Basten, Hulit, ugye, tehát a nagy generáció, igen. Mikori születésű vagy? Gyerekek, 80-as. Akkor nagy, igen, 77-80, abszolút. Igen, így van, gyerekek, még veletek se találkoztam, tehát jó, Zsoltikám, figyelj, azért még azért nem nyertél, várjál, te is jelölt leszel. Hallottad a többi jelöltet? Persze, minden reggel próbálkoztam ezerre, mindenkit hallottam, tehát szenzációs, tehát tegnap, minden nap, á? Hát a tegnapról, tehát nem is tudom. Leadjuk majd az összes jelöltet. Jó, mindenki jó volt, tényleg, hát szerintem már ez egy nagy élmény, valaki így a rázsba tud kerülni, szenzációs, tehát fú. Ha megnyered, kit vinnél? Megmondom őszintén, tényleg nem tudom. Lacit is elvihetek. Tényleg a feleségem ugye egyértelmű, aki számba jöhet,
illetve ő biztos vagyok benne, hogy nem fog tudni eljönni, illetve nem jön el. Tehát ott van Laci, illetve az unokölcsém, akinek egyébként innen pucítani, és megígértem egyszer, hogy el fogom tudni vinni Barcelona meccsre, még ez egy vállalkozás kapcsán körülbelül 10 éve nem sikerült. Nem mondok semmit, megpróbálom, aztán rá a nagy közönségre. Tehát nem tudom, tényleg Lacinak, tehát az biztos, hogy ha sikerül, akkor fölhívom, beszélünk, találkozunk. Egyébként én is teherautó sofőr voltam körülbelül 10 évig, de oké, bocsánat, nem mondok most már többet. Ja, annyira cuki vagy. Figyelj, mi ezért csináltuk ezt a játékot, hogy ilyen hallgatókkal találkozunk, mint te egyébként, akik megszállottan futballrajongók, elbekönnyeznek. Akartam elmondani, de szenzációs. Tehát holnap én a rangadón ott vagyok, a Magyar Kupa meccsen, nyilván az egyik félnek szurkolok, nem adok, nem mondom meg, hogy... Nem mondd meg, mert akkor elvesztesz a magukat. Na figyelj, Zsoltikám! Ezt akkor ezt tiszteli, ha valaki a szórakozást fogja választani, akkor meg én tisztelem, tehát... Jó lesz. Igen, érdekes a dolog, mert a szavazók dönthetnek úgy is, hogy a szórakozást választják, ha így értitek, van. Mire gondolok, meg dönthetnek úgy is, hogy azért ki érdemelni meg ezt valójában, ki lenne ott szíve szerint. Tehát el lehet menni a humor irányába ezt a szavazást, ha értitek, és el lehet vinni az irány, hogy félretesszük, és megszavazzuk azt, aki valójában ott a hely, és valójában megérdemelni, hát ez a hallgató komuli. Zsolti, adjuk az atmoszférát, ugye Barca játékost kell választanod. Mi lesz a szituáció, ki elejátszik a Barca, meg akarsz nevezni másik csapatot, ki a játékos, aki kivel te górra törsz? Hát mi Messi, egyértelműen Messi választanám. Uh-huh. Nem tudom, hogy egyébként írtam is, hogy ilyen latin-amerikai gólörömben is gondolkodtam. Jöhet minden, minden jöhet. Gondolkodtam, de most úgy minden összeomlott, tehát végig fogom vinni profin, remélem. Meglátjuk, hogy mi sikerül belőle. Meg kell győznöd a hallgatókat, hogy így neked van. Kell menni. Abszolút. Barcelonába, úgyhogy legyél kemény, legyél jó kis passzok benne, így másik van, játékos neve is. A lelkesedésed egészen megható, szóval az a fajta rajongás, ámulattal nézem, hogy tényleg valaki, én a tenisszel vagyok így, a futballt egyáltalán nem értem, nem nézem, de mindig jó hallani, hogy valaki ennyire megtalálja egy sportban azt, hogy ennyire tud rajongani, az mindig nagyon. Majd csinálunk neked tenisz közvetítést, jó? Remélem, repülőn majd tudunk egyet nézni. Micsoda? A vízerrel megyünk, enyém a minibár. Én köröm a minibár, gyerekek. Tolják a szekeret. Fél óra repülőút tudunk addig inni. A minibár az én köröm, gyerekek. Az első kör az enyém. Na. Lehet én is úgy állok itt a lányozzavaromban, Pécs város közepén kiszálltam egyébként. A parkőr már nagyon néz, hogy még nem fizettem. Lehet, hogy én is úgy állok, hogy összekeverem a neveket. Ne törődj bele, figyelj ide. Ezt meghalod és kiráz a ideg. Hallgass csak, figyelj. Atya Isten, a 96-ban játszottam ilyen utajára, akkor volt ez a háttérzaj. Meglett. Na Zsoltikám, kösd föl a nadrágot akkor, jó? Legyél ügyes. Okay. Ott vagyunk már a Barca stadionjában, te vagy a sportkommentátor. Hajrá! Oké, jó estét, jó túlzás mindenkinek, kérem szépen, nagyon izgalmas a mérkőzés. Neymar kiteszi szélre, bal oldalra egy hozzá hatalmas közre. Micsoda középrajás, ott jön Messi egy esernyőt jelen, egy jobb, egy olló, és olló! Olló, de gól! Ott a gól! Messi! Messi bevarta, 2-1! Kandel a pilóta, kandel szektor, de la recce alla fila pilóta. Hát a ner Messi, neked a Neymar, neri golazzo, golazzo! Gol! Megi! Esprimli a studiantes, espressionante! Golazzo! Dundo 3, Barcelona de campione! Köszönöm szépen! Atyaisten, de jó vagy! Úristen! Azt a mindenit neki! Megállt a párom! Figyelj, bele ludbőröztünk! Elképesztő! Jön itt a kollega is, hogy fizetni kell, mert parkolásért, ez meg lesz. Tényleg jött a kollega, hogy legyél szíves fizetni? Óriási vagy. Jaj, hát nem tudom, remélem sikerült, aztán meglátjuk. Színvonalban, ha nem a humorfaktort nézzük, hanem a komolyságot, akkor ebben szerintem abszolút elvezetsz. Már hitelességben verhetetlen. Igen, a szerda játékosunk is nagyon jó volt, mindjárt ismételjük az összeset. Na, hát mi gratulálunk neked, azt gondoljuk abszolút megérdemelnéd te is a lelkesedésed, a szíved, ahogy te ezt az egészet végigcsináltad. Döntenek majd a hallgatók, mi nagyon szerettük. Nagyon szépen köszönöm, tényleg az esélyt, meg mindenkinek mindent. Hajrá, szavazók!
Hát nem tudom, ez életem esélye, ezt tényleg írtam is nektek. De cuki vagy. Cuki vagy. Figyelj, reméljük, hogy összejön, ha nem, az álmok azért vannak, hogy az ember dédelgesse őket, és aztán majd egyszer ez megvalósul, de remélem, hogy neked így is. Van. Mindenki másnak az összes jelöltnek sikerül valakinek kijutni. Hát tényleg 10 éve álmom volt, nem adtam fel, most az esély megvan, szenzációs. Meglátjuk, ha nem, akkor megyünk tovább, de azért jó lenne. Igazi spanyol volt? Én nem tudok spanyol, vagy valamennyire halandzsa? Vagy messzi, persze. Vagy fél halandzsa, fél igazi, vagy beszélsz spanyolul? Nem, abszolút nem beszélek, hanem nagyon sok, tehát spanyol nyelven, a latin-amerikai nyelven, nagyon sok meccset néztem, tehát mexikóit, meg ilyesmit, és akkor tényleg ez a Sector de la Recha szögletbeadás. Annak van egy feeling, ilyen szenzációs. Én is mindig ezt mondom, hogy lehajolok és kicsit a derekam, de la Recha! Oké, 10-15 legyél elérhető mindenképp, jó? Hát gyerekek, itt vagyok, én nem mozdulok innen. Jó, azért menj tovább nyugodtan, csak legyél elérhető. Vigyázz magadra, ciao. Hello. Minden jó, sziasztok! Hello. Na, drága hallgatók, gyorsan elmegyünk hírezni, utána jövünk a hírek után, megmutatjuk az 5 jelöltet tehát. Rajtatok a világ szeme, hogy kit választatok. Értjük a humort, de nem szeretjük. Jó? Legyetek kegyesek. Jó? Választhatok, rátok bízunk. Még egyszer mind az 5 jelöltet megmutatjuk, hogy tudjatok dönteni. A mutatás után felkerülnek a Facebookra, aki a legtöbb lájkot kapja, jön velünk Barcelonába. Jó? Úgyhogy Ákos hírei után jövünk a jelöltekkel. Jövünk. 3-4-8. Hát... Hoppácska! Hoppá, hola! Komolyan mondom, nem hiszem. 3-9. Mert Spanyolországban egy órával hátrébb. Egyébként így van. Már a barcelonai idő intervallum, időzónában érted, vagyok. Azért, nem, hogy a 3-4-8. Nem, ezt megbeszéltük, Jani, hogy ez ma nem megy nekem. 3-9 lesz pontosan 2 perc múlva. Na, ez ráér még, abszolút. Na, Zsül, nem, ezt tudod, tényleg, hogy... Nem szereti még ilyenkor, nem, majd 11-kor szokták. Amikor... Mutatjuk a jelölteket, drága hallgatók. Rajtatok a világ szeme, megmutatjuk, hogy ki kommentált hétfőn, kedden, szerdán, csütörtökön és pénteken. Aztán döntsetek. Mi nem akarunk senkit befolyásolni. Belátásotok, lelkiismeretetek, érzékenységetekhez mérten, híven, hűen döntsetek. Majd... Ha értitek. Szóval, ha értitek. Sokféle szempont van. Van egyfajta humorfaktor, van az, hogy lehet komolyan dönteni, lehet szívből lehet dönteni, hogy kiérdemelném meg, jó, igazán ki volt nagyon ügyes, ki volt szórakoztató, többféleképpen lehet dönteni. Mi is nagy bajban lennénk, hogyha most ki kellene találni, hogy most itt küldenénk, mert mindenki mellett tudnék dönteni. Igen, azért. Na, hétfőn ugye Ramin érkezett, neki nem volt könnyű dolga, mert nem volt előtte semmilyen előd, nem tudta, hogy egészen pontosan mire gondolunk, bár megpróbáltuk szerintem jól elmondani azt, hogy miről szól ez a gólöröm játék, de jött Ramin, és megmutatta, hogy ő hogy csinálja. Mutatjuk, ő tehát a hétfői jelöltünk. Figyeljetek! A labda Suáreznél. Suárez megcsinál egy esernyőtelt. Átadja Messinek. Messi viszi. Elviszi balra Cristiano Ronaldo mellett. Cristiano Ronaldo elhasa. Ramos mellett elviszi Messi, megcsinál még egy cset, odaadja a labdát Neymarnak, Neymar viszi, Neymar megcsinál egy cset, Neymar megcsinál még egy bicikli cset, és Neymar bevarja a felső sarokba, a labda kapufáról pattan a gólvonal mögé, és a Real Madrid kapusa csak nézi, és bocsognak a könnyei most már lassan. Okay. Hát itt volt a kutyákhoz átpattant a labda, ezt megállapítottuk, kiharapták a labdát, és a gólöröm elmaradt. Leeresztett a labda is, és a játékos. Igen, sajnos nem volt. Pont jó volt a kapura vezetés, a gólöröm elmaradt. Na, ott Cristiano Ronaldo elhasalása környékén vett észre, hogy a szomszéd eresztél a kutyát. A szomszéd elengedte a kutyákat. Keddhez érkeztünk, hát jött a mi drága Ágink. Ági nagyon helyes volt, és sokáig ment a humorizálás azon, hogy vele kell menni, aztán ugye azért megismertünk más jelölteket is. Ági nagyon cuki volt, nagyon aranyos volt, ő elmondta, hogy a fiának szeret megnyerni ezt a jegyet. Mint humorfaktor, mint szórakoztatás, egyébként Ágit nagyon kedveltük. Mutatjuk, hogy mit csinált kedden Ági. Hajrá, Messi! Messi passzolja a labdát bal oldalra, onnan átadja Ristónak, Ristó visszapassza Neymarnak, aztán ismét Messi, és végül Ristó elé kezdően lehagadta bal oldalról, és egy élet helyes labdát lő. Gól! Gól!
Ő volt, tehát kedden Ági. A végére megjött a hangja. Megjött a hang. Benne volt egy pici kis indisponáltság, meg zavar, hogy nyilván a nagy két azért. Izgult, igen, szerintem izgult. Na, ő volt tehát kedden. Jött szerdán Áron, és Áron kifújta a szakma orrát, Áron csinálta először igazán jól. Megmutatjuk, hogy mit csinált szerdán Áron. A 95. percben járunk, Ronaldo végzi el a büntetőt. Ha most ez bemegy, eldönteti a bajnoki cím sorsát. Pedro Ortega belefúj a sípjába, Ronaldo neki fut és kiadja! Nem óriási védése van ezek jelenleg, és a kipakoló Piki elé kerül. Piki tovább teszi, Daniel veszek be, aki egyből teszi tovább Messi. Messi sebességet vált, és megindul a pálya szélén. Suárez kéri és kapja, és a labdát teszi vissza egyben Messinek. Három védő, három támadó, Messi vezeti rá a labdát, ráosztva, kussi tár a kaputól, Messi jönnek még ketten és segíteni, befelé csak az ötig elő! A 96. percben megszerzi a vezetést a Barca, és ezzel megnyeri a bajnokságot, hogy ez Pedro Ortega lefújja a mérkőzés. A Real játékosok a földön fekszenek, Ronaldo halósága, az lapok nem akarja elhinni, mi történt. A micsoda mérkőzés, elképesztő izgalma. Húzogatta a Reáloszok bajszát azért, húzogatta, ugye? De szenzációsan csinálta. Profi. Ez a legjobb szó. Aztán elérkeztünk a csütörtökhöz, gyerekek, szóval, hogy imádtuk őket. Már nem tudtuk, hogy mire számítsunk. Komolyan, nem tudtuk, mire számítsunk. Megérkezett 2 darab rendőr. Nagyon helyesek voltak, nagyon aranyosak voltak, elmondták, hogy éppen szolgálatban vannak, mennek A-ból B-be, és ugye Attila az, aki vállalta a gólörömjátékot, de ott úgy mellette Tamás, aki egy kellő pillanatban érezte, hogy Attila talán egy kicsit kevés, és besegített. Mi a fiúkkal előtte megbeszéltük, hogy egy adott pillanatban használják a szirénát, de nem tudtuk, hogy nem használják az igazi szirénát, ezt is megoldották. De itt jött Tamás a szükséges plusz. Két rendőr tehát a vonalban. Azért vagyunk ketten. És egy szenzációs gólöröm játék két rendőrtől. Jó estét kívánok, jó szurkolás! Találnak a csapatot, elkezdődik a mérkőzés. Messi sajnos ma nem játszott be, sérült, de itt van helyette Messi. Messi, aki gyönyörű labdaátvételt követően indítja Neymar. Két védő kicselez Neymar, tőle 16-oson belül. Majd Messi a gurít, aki kapásból rárúgva a labdát. Atya ég, mekkora gól, hihetetlen, hatalmas bomba! Őrjönk a tömeg, a turkolósereg tapsó, Messi nevét kiabálják, hihetetlen ez a fiú, hihetetlen ez a fiú. A alig kezdődött el a Messi, már is vezet 1-0 a csapat. Sziréna! Nem úgy! Szerintem meg vagyunk. Úristen, sírok! Jézusom, folyik a könnyem. Én leszakad a kedvem. Többféle szírén. Most a szaggatottad. Korábban tűzoltó. Egy kis szirénát még léci, Óri, imádjuk, kolléga óriási. Hát figyelj, neki jó. Gyerekek, ők rendőrök voltak. Igen. Illetve még most is azok, reméljük. Szóval, hogy így játszik gólörömöt két rendőr. Ennyi. Ők ma igazoltatnak, ennyi. Vagy holra. Imádok, gyerekek, imádj, Starsky és Hatch, komolyan mondom, két torrente. Zseniálisak voltak. Hát nagyon szerettük és őket ahogy, is. És ahogy tényleg Tamás egy picit késve megérkezett a gólörömével. Hát azt gondolom, hogy mindenki megérdemelni. Egyébként tényleg mindenki megérdemelni, mindenki egy jelenség volt ebben a játékban. Na, és akkor elérkeztünk ugye a pénteki naphoz. Ami többszörösen érdekes volt, hogy először belefutottunk Laciba, fair play díjas lett. Elmondta, hogy volt Barcelonában, volt Barca meccsen, és nagyon helyes módon, nagyon aranyos módon átadta a játék lehetőséget egy másik játékosnak, nagyon korrekt. Ő neki szerzünk valami fair play díjat. Beszélünk a szponzorral, a szponzorunk elképesztően jó fej, úgyhogy szerintem valamit tudnak Lacinak felajánlani adni. Nagyon helyes volt. Átadta ugye Zsoltinak, aki hát egy csupaszív fiú volt, és igazi Barca drukker, az, akitől a hideg kiráz, hogy valaki ennyire tud lelkesedni egy csapatért. Őszintén szóval, tehát valljuk be, hogy az első körben mi 5 ilyen típusra számítottunk. Igen, de így se volt rossz. Aki írhal a csapatáért, és már a gondolatul is kirázza a hideg, hogy ott lehet. Nálam ott lehet Zsoltán, hogy fölvette a telefont. Elképesztő volt, igen. Igen. Na mutatjuk, hogy Zsolti a mai napon mit csinált, figyeljetek. Jó estét, jó szúzás mindenkinek, kérem szépen, nagyon izgalmas a
mérkőzés. Neymar kiteszi szélre, bal oldalra egy hozzáhatalmas közre. Micsoda középnyajás, ott jön Messi egy esernyőt jelen, egy jobb, egy olló, és olló! Olló, ez gól! Ott a gól! Messi! Messi bevart a 2-1! 2-1! Ebben a pilóta közben szexordelen, egyen áll a küzd a pilóta! Hát nem Messi, Messi neked a melyhány! Eri, Valasso! Valasso! Gól, 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 gól! Gola, 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 gola! Messi! Messi! Es libli estudiantes! Es impressionante! Golasso! Dundo 3, Barcelona de campione! Á, gyerekek, óriási. Óriási volt ő is, van. Így van. Na, drága hallgatók, rajtatok a világ szeme, írja valaki, hogy ennek a szavazásnak a pszichológiája hasonlóan ledobjuk, vagy kisorsoljuk az autó című játékot. Kicsit igen. Aki ismerte azt a játékot, tudja, hogy ezt miért mondjuk, hogy annak mi volt a pszichológiája. Drága hallgatók, rajtatok múlik, hogy kit küldtök Barcelonába. Értjük a humort, a szívetekre hallgatok. Jó, drága hallgatók. Rajtatok a világ szeme. Fönt lesz pillanatokon belül az összes hanganyag a Facebookon. Aki a legtöbb lájkot kapja, az jön velünk, vagy dönt arról, hogy helyette kit, vagy kinek nyeri meg, vagy kinek adja oda. Tehát az ő kezében van a döntés. Jó? Egy adott pillanatban mi lezárjuk a szavazást. Így van. Lefotózzuk a képernyőt. Így van. Látni lehet majd az akkori szavazatoknak az állását, és onnantól kezdve már nem lehet dönteni, már nem lehet belenyúlni a szavazásba. Ott a pont a végén. Nagyon várom, még csak keddig vagyunk fenn. Könyörgöm, ne folytassátok, nem tudok dolgozni, potyognak a könnyeim, nem tudok főzni. Most hallottam az egészet, menjen a két rendőr. Szerintem Zsolti menjen, óriási volt. A pénteki nyertestől kirázott a hideg, mindenképpen rászavazok. De jó, hogy jó kedvem van ma, mikor lehet szavazni. Kérdezi valaki. Hát gyerekek, megörülök, ez a játék elképesztő, már is megyek szavazni. Na, jól van, szavazgassatok szépen, döntsétek el, hogy ki érdemli meg a legjobban. Jó, mi mutatjuk, hogy mi a beugró a hármasugrásra. Figyeljetek, mert hogy lesz még egy játékunk is, az így szól. Ez a beugró a hármasugráshoz. Már le is ment. Hát ezt még egyszer megmutatjuk, nem? Ez egy nehezebb mix. Egy hangos. Mindegyik. Fel lehetett ebből ismerni bármit? Valaki, aki profi, biztosan meg tudta csinálni. A szerzők és előadók. Igen. Na jól van. Ha 7 perc van, pontosan 9 óra. Kérdés-válaszolgatunk? Mert nem? Nyugodtan szavaznak az emberek, közben kérdezgetnek, persze, válaszolgassunk. Így van, válaszolgatunk bőszen, péntek van, úgyhogy ami benneteket foglalkoztat, tudunk rajta segíteni, nektek segíteni, küldjétek el, és mindent próbálunk megválaszolni, mert hogy pénteken ugye az utolsó fél óra, az egy interaktív fél óra, és az leginkább rólatok szól, és a benneteket foglalkoztató kérdésekről, bármilyen témakörben. Mi az élet értelme, hol van a legközelebbi nagyon jó kis kuponos akció, bármi kérdezhet. Abszolút, bármilyen kérdéset, így van, szavazzatok, jó? Valaki azt kérdezi, hogy mi a Facebook? Hát, nehéz. Aha, igen, ha eddig nem találtál, meg minket, engedd el. 6 perc van, pontosan 9 óra jövünk a hírek után. És most! És most, hölgyeim és uraim, folytatódik Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. A mikrofon mögött az éter nagy ágyúi. Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri, Morning Show. 9 óra 10 perc Balázs Papino elküldte. Egyébként jól éreztem, mert 9 óra 8-kor küldte, még rászámolt másfél-két perc az Ákos dalra, és elküldte, hogy Balázs, 9 óra 10 perc Papino. Köszönöm, ez ma sikerült először. Köszönet egy hallgatónak, hogy el tudtam mondani hány óra. Papino ma az alkalmi segédszerkesztő. Így van, nagyon fontos munkát végez, mert ez ma nekem nagyon nehezen megy. Gyerekek, én bírom ezt az Ákos dalt. Te már az elrégeiket is szereted, hogy nekem te ne gyere, itt egy Ákos van vagy egyfajta hangulata. Ez a Hauber ezért ez egy ügyes gyerek. Ügyes fiú. Olyan kis tiszi-tuszi, himi-humi, limonádi, de valahogy ez most működik. Pedig egy csomó Ákos dalt én már az utóidőkben nem kedvelt, ezt a dalt most valamiért kedvelem. Ha fölhangosítod, mint a vezet, akkor ez valahogy egy ilyen vezetős jó dal. Kedvelem. Én a rokkosabb Ákosokat jobban szeretem, amikor úgy az életvidámság jobban árad belőle, de én bírom ezt a dalt. Tényleg.
Nem? Igen. De ez egy jó dal. De bonanzás is voltál. Én nagy bonanzás voltam, én nagyon szerettem a bonanzát. Sose voltam depeses, de a bonanzát nagyon. Balatonik. Minden bűnöm megbocsátható, ahogy Ákos énekel. De ugye, gyönyörű. Ó, de ez gyönyörű. Is, hogy bonanzás voltál. De... Igen. Balatoni szótüdülő, Rex azta a zöld posztóval. És csutka evezés, hangerő, videóton erősítőn. Evezés, de csak addig, hogy a steak belátható távolságon belül maradjon, mondta anyám, csak addig evezhettünk el. Mindig ugye ott beborítottad a csónakot, fölültél a tetejére, lógattad a lábad és fűzted a csajokat. És vártad a vízimentők. Fűzted a csajokat, majd elmentél a Balaton fenyvesi kerti moziba, megnézted a Moonwalker című filmet. Megvan az életérzés? Igen. Ott ültél a kertmoziban, Balatonfegyvesen, elmentél, bowlingoztál, vagy tekésztél egyet a Balatonfegyvesi tekeklubba. Teke! A óriási volt, de jó is volt. Az milyen értelme. És ott hallgattuk a bonanzát. A tekézés a legjobb. Kocsmai sport. 90-91. Kocsmai sport a tekézés a legjobb. Jó is volt. Na, zajlik a szavazás a Facebookon. Úgyhogy nem sokára hívjuk a nyertesünket. Ha sokan nincsenek Facebook közelben, nem mondjuk, hogy ki vezet, nem mondjuk, hogy ki áll elől, ki van lemaradva. Szavazatok, drága hallgatók, döntsétek el, hogy ki jöjjön velünk Barcelonába. Ami jó hír, hogy ő hozhat magával valakit, és ami még jobb hír, hogy ezt a játékot tervezzük megismételni szeptemberben. Szeptember végén, lett október elején, még nem tudom a pontos dátumot, amikor is ugyanerre a meccsre, ugyanúgy velünk, még ugyanúgy két hallgató eljöhet. Tehát ez a játék a nyár után folytatódik. Ha csak nem jön közbe valami addig. Uh-huh. Tudjuk, a dolgok gyorsan változnak manapság. De még terveink szerint még szeptemberben ezt le tudjuk játszani. Úgyhogy ne keseredjen el senki, aki lemaradt, mert folytatjuk ezt a játékot. Van még hely a Beko páholyában, van még hely a repülőn, van még hely a szállodában, úgyhogy még két ember jöhet majd velünk szeptemberben. De kompromisszumkészek vagyunk, hogyha esetleg ezen múlik, hogy legyenek hosszú távú terveink, egy Puskás Akadémia meccsre is sorsolhatunk. Elmegyek vasutazni is. Bemegyek az NMA-ba is, jöjjön valaki az NMA-ból egy meccsre, elviszük őt is, csak ne bántsanak. Kinyomlálom a síkkavicsom között a tolfákon. Csak adják meg a frekit, legyen egy csések. Csilli. Kompletten nem állt el. Kifésülöm, narciszt. A kompletten nem állt elvisztük egy barca mestre, csak léci, hagyják meg a frekit. Ablakot takarítok, budit mosom. Ne vegyék már, kedves bácsik, nénik, tessék már, na. Léci. Ja, Istenem, hát igen, na itt vagyunk, szóval. Oké. Nézzünk gyorsan egy-két közlekedésért. Mit legyen szóltok? Így? Legyen így. Nézzük, mi a helyzet az utakon. Segítsetek nekünk, hogy mi a helyzet az M2-ese, mert óriási baleset van, és írnak nekünk a dunakesziek, a gödiek, hogy óriási a káosz, de nincs információnk, csak hogy beállt az M2-es és a régi 2-es út is Dunakeszinél Pest felé, már az M2-es baleset miatt, tehát visszadugult a 2-es is. De hogy hát, ha már elvitték az autókat, félrehúzták és lehet haladni, küldjetek friss infót, sokan áldogálnak a bájban, és kérdeznek bennünket, hogy segítsünk. M3-as Budapest felől érkezőket trafizák a 105-ös kilométernél a Bokorból Ernő Cica küldte, M35-ös Debrecen felől a 8-as kilométernél Ford Transitból mérnek, ezt Rob küldte nekünk. Aztán az Ecseri piacig torlódik az M5-ös bevezetője, a felújítás alatt lévő felüljáró előtt baleset történt, ráadásul úgy, hogy óriási a dugó. Érdemes elkerülni, Nagyon szép volt. János, ez az 9:14. Az a baj, hogy hiába a számokat nem ismerem, ez betűvel írd le, hogy 9:14. Jani leírt és fölmutatott egy papírt. Az a baj, így nem, te tudod, hogy nem tudom, nem ismerem a számokat. Dunakeszitől a régi 2-es bedugult, igen, rétság, rendőrség előtt, drága fotók készülnek. Na, turnéra indulunk a jövő héten, szerintem nincs ember, aki ne tudná. Szombathely főtér, drága szombathelyek, érkezünk hozzátok május 9-én, aztán Székesfehérvár piac tér, Szeged Dugonis tér, Békés Csaba Szent István tér és Kazinc, Barcika Rákóczi tér. Így van. Itt zárul a turnénk a jövő héten. Már valaki kérdezi SMS-ben, hogy minek örülnénk Szombathelyen, mert hogy ott lesztek. Semmit nem kérünk, semmit nem várunk. Gyertek sokan, mi annak örülünk, ha sokan vagyunk, ha jó hangulat, ha jó kedvetek van, ha jó idő van. Minden más az. Aha, minden más az. Balázs véleménye, mi nagyon szívesen fogadunk bármilyen ajándékot. Igen, ha elhető, ha beváltható, ha iható, akkor nagy szeretettel, nagy örömmel. Gondolom, János, a nevekben. Riskok nem húsos tepsiben sütve. A húsos tepsit az használjátok mondjuk másra. Tényleg nem szeretem, hogyha nagyon fullasztó az. De rohadékok vagytok, Isten, ahogy ti tarhátok. Hát de miért? Hát most, ha szívesen adják, anyám mindig azt mondta, adnak, fogadd el, ütnek, szaladj el. Kész. Hát ez ennyi. De engem se zavar, nem szívesen adja. Vagy ha közben ütnek. Csak jó legyen. Igen, emlékszem. Egyébként tényleg jó. Az egy jó mondás.
Ugye mondás? Igen, szólás. Na, nézzük akkor a kérdéseket, jó? Hogy mit szeretnének tőlünk tudni hallgatóink? Jövő héten ez a robot úgyis elmaradt, sőt, múlt héten sem volt, mert jövő héten turnézunk, és akkor viszont az ottani hallgatókkal foglalkozunk. Azt mondja, hogy Bali, a teniszen lehet fogyni, karbantartani bennünket, vagy jól megmozgat? Szerintem az összeset egyébként jó, kondit lesz tőle, fogyni is tudsz. Hát egykezes leszel, egy kicsit így oldalra lehúzod. Igen, jó, karban is tart. Ahogy te játszol úgy, de azért vagyunk őszintén, tehát van egy idősebb réteg, akik már olyan taktikusan játszanak, hogy szinte nem is mozognak a pályán. Hát a párosban már kevesebbet mozogsz, igen. A párosban már, ha jól helyezkedsz, akkor rommá versz mindenkit. Igen, azt mondja, hogy a benzinkutaknál miért használnak fillért az árképzésben? A gyerekeim nem értik, mivel régeségen nincs ilyen fizetőeszköz. Ez jó kérdés. Tényleg úgy van, kicsi ki, hogy 322,65 század. És akkor hát egyébként 313-ért tankoztat, kerekítenek ott is? Igen, fölfelé vagy lefelé, igen. Ez egy jó kérdés. De hogy miért kell azt kiírni? Nem is figyeltem fel erre, hogy filléres árképzés filléres, van. És még nem is úgy, hogy 50 fillér. De érdekes. Vagy 10 fillér, 20 fillér, hanem 16 század fillér. Tehát, hogy ilyeneket nem is lehet, hogy valami, tehát, hogy ott alapvetően lehet, hogy dollárért veszik, vagy euróért, veszik, és akkor gondolom, hogy a centek miatt. Aha. Lehet, hogy ott valami ilyesmi összefüggés van. Na, de neked nem mindegy, hogy az most 321 forint 30 fillér, vagy 321 forint? Mert nekem tök mindegy. Tök mindegy. Nem, ez egy jó kérdés, igen. Sebébe vándorolnak azok a fillérek. Mi épül belőlük. Igen. Miért játszotok Ákost a balhé után? Ráadásul nagyon gyakran, köszi. Hát mi van? Egyrészt az a balhé az egy szubjektív dolog volt, tehát ez mindenki megítélése szerint értékelte azt a megszállásokat, hogy miért ne játszhatnánk. Hát attól Ákos egy előadó művész, játsszuk a dalait, nem mondott semmi olyan szélsőségeset, amitől ne kellene őt játszani. Mi játszunk Prince-t, egy kokainista volt. De szép, így van. Tehát, hogy azért ettől függetlenül persze. Tehát a kettőt azért külön kell választani, kivéve mondjuk a Kárpátia zenekarról. Képzeljétek el, én még Polanski filmeket is nézek, pedig állítólag kiskorúakat abbajgatott. Igen. Jó, hát mondjuk neked vannak egyéb bűneid is, de ez most mindegy. De most mindegy. Ez pont te hülye. Ja, tényleg, te hülye vagy. Azt szeretném megkérdezni, mikor lesztek újra együtt hárman a gyertek, hát szombat estében már alig várom, jók vagytok, puszi a műsor, Anett. Újra nem leszünk, először leszünk holnap. Ez Ferenc! Debütál az RTL-en! Ki is rakok egy posztot gyorsan. Rakják ki posztot, rakják ki fotót, holnap Feri látható a gyertek, hát szombat estében, vendégeskedett hát nálunk. Mindannyian láthatóak. Mindannyian láthatóak vagyunk, de ugye te először debütálsz nálunk a gyertek átba, holnap Ferivel együtt. Régi barátaimmal találkozom majd, vagy nem tudom, a sztori benne maradt-e a kedves ismerősömről, ő is az alkohol, úgyhogy nagyon jó. Biztos, hogy benne marad. Igen, holnap leszünk együtt, és egy jó hangulatú kis, majdnem szezonzáró műsor, mert a jövő héten vége. Jövő héten van a szezonzáró, de most még egy hagyományos műsor lesz. Jövő tehát lesz engem meghívtatok, adtak még egy esélyt. Meghívtunk, leforgatunk, hogy most az is szar lett, mehetünk. Be kell zárni, gyerekek, vége. Be kell zárni, vége van. Egyébként vicces volt, a hárman így együtt nem nagyon szerepeltünk műsorban, a celebe volt ugye egy ilyen kis cameo beugrásod egy pillanat. Fura volt téged így ebben a díszletben ott látni. Hirtelen RTL-esként. De hát te nem vagy RTL-es, tévékettős, jöttél, ott voltál. Jó volt, igen. A love story, ez nem került be a szem, hogy... Láb vagy láb? A láb. Hogy a Feri, miért rettenetes lábszagot? Nem, hanem hogy az egyik szereplő, akit nem mondom el, hogy ki volt az, annak idején szerelmes volt a Feribe. Hát Istenem, és ez nem került, így van. És ez nem került be. Egy picit sajnáltam. Akkor szószeg ő kérte, mert én nekem ezzel nincs bajom. Most már nem büszke rá, én beszéltem. Jó, de nem is most, hanem odáig volt, érted. És aztán ez nem került beadásba sajnos. Hát egy kicsit ugye ez nem cikk is volt róla, honnan tudod, hogy nem került beadásba? Tudod? Hát ő vágatta újra az egészet. Nem beszéltünk róla. Én tudtam magát a sztorit, és tökre vártam, hogy majd bedobja. Na, hogy adásban nem beszéltünk róla. Hogy adásban nem beszéltünk róla. Én mondtam a szerkiknek, én mindenkinek elárultam az összes titkomat. Úgyhogy nem rajtam múlott. Jó, minden esetre holnap jó lesz, Feri jó lesz, jó lesz a gyertek átban. Jani, mész ezt Slayer koncertre, kérdezi valaki. Most annyi koncert lesz az elkövetkezendő időszakban, hogy nem tudok mindenre elmenni. Kérdezik, hogy a Creatorre is megyek-e. Oda is mennék, igen, Slayerre is mennék, a Maidenre kötelező elmenni, tehát hogy nagyon-nagyon sok jó koncert lesz most az országban. Nem tudom megmondani. Hát a Blood Sugar Sex Magik albummal nekem úgy lezárodott az időszak, tehát én odáig nagyon-nagyon szerettem őket, utána már
átmentek ebbe a tinglitagliban, nekem már annyira nem. Én amikor a funkrockot játszottak, akkor szerettem őket. Nagyon, amikor már csak így funkot, az nem annyira. Engem kitűnt funkot. Az Feri terepes. Az Feri asztala. És Titus asztala funkot. Tíz Dunkin funkot. Egy napra megint kiütöd a melóban. Itt rendben mögöttünk Mr. Csöröge. Gyerekek, akarjátok, hogy a Titus... Nagy kerek amerikai. Leendő kezdő zenészeknek mondjuk, behozzátok a CD-teket, tegyétek egy funkos dobozra. Előbb-utóbb rotációban lesz a dal, az biztos. Te 10 vaníliás fánkkal, gyerekek itt. Bármi megtörténjen. Igen. Ha nem fogyasztja el, azt is. A tokkal együtt. A Velencétől szereti menni nyaralni, hová menjünk, kérdezik Ferit. Feri, mondj valami jót. Kérlek szépen, de... Ez egész tó jó, hát egy csengő, mint a Gardató lenne, hogy nem lehet megkerülni. Igen, nem, hát... egy nap alatt lassan, Isten bringával, igen, másfél óra. Egyébként van egy csomó gyerekeknek való lehetőség, ott van a Gárdonyi Rönkvár, ami szinte egy egész napos ilyen feladatokkal megszűzdelt történet van. Nagyon jó a két nagy fürdő, ami van, ugye élményfürdő is van benne. Északon tudod a kvázi hegyeket meg tudod mászni. Nagyon jó kiránduló utak vannak, és mindenhol tudnak neked helyi térképet adni a Velencei tóról és környékéről. Ott van a madárrezervátum, egy csomó megfigyelési helyel. Egyetemben vezetett túrát lehet kérni, ahol bevisznek a nádasba, megnézheted a kócsagok költési helyét és egyéb ilyen mókákat. Ott van kérlek szépen a Végbort pálya, most már az is üzemel március 15 óta, mindenütt kiváló a lángos és a hek. Jó volt? Tökéletes. Figyelj, gyerekek, ha nem lenne műsor, most elindulnék a Velencei tóra. Komolyan mondom. Ide nekem az egész tavat. A fáratolaj lápot meg az atomtemetőt ugye nem mondtam. Menj már, nincs ilyenünk. Kérem magamnak. Csodálatos a Velencei. Még váraink is vannak, mondjuk ilyen kicsik, egyméteresek. Dinyésen. Van egy ilyen is, de a Bringa út az marha jó körbe, a tó körül. Fönt most már a hegyen is megy, tehát az északi részen is kialakították, ott Sukoró és nem tudom micsoda között megcsinálták, az gyönyörű, úgyhogy tényleg szuper az egész. Mindig jó. Azt mondom, hogy egy hetet is el lehet tölteni, nem csak egy hétvégét. Tökéletes hely. Tényleg szép egyébként. Bali, nem lesz már Janival közös műsorotok? Kérdezi egy hallgató. Most szerintem tévéműsorban nem gondolkodunk. Mi sem, meg bennünk sem gondolkodik a csatorna, illetve nincs pontosabban olyan formátum most, ahol mi ketten. Majd járt nekünk egy közös műsort. Én most már producer. És majd valamit kitalál. Valamit összeeszkábálunk. Valami lesz, igen. Azt mondja, hogy Puliczka Gábort hallottatok már nagyokat röhögni. Gabival egyébként lehet. Gabival lehet. Abszolút lehet, csak Gabi az a típus, aki belül robbant. Igen, felé jöjjünk. Igen. Azt mondja, hogy fiúk, érdekelne a véleményetek. Ranéztem egy fiúval, tök szimpi, a második tali után kiderült, hogy részemről semmi kémia nincs, viszont kedveli, szeretné velem tartani a kapcsolatot. Jaj, de cuki, ilyen kis bravótos kérdés. Tartsam-e vele a kapcsolatot? Ezzel te azt hallod. Ezekből jó vagy. Igen, a bravótok, szexszerelem, gyengétség rovatban mindig nagyon jó voltam. Hogy randizott egy fiúval, de nem működött, de a fiú többet akar? Nem. A lány bízik benne, hogy esetleg ebből lesz később még valami. Anyadalom. Nem, a lánynál nem. Semmi nincsen, a fiú akarja. Na figyeld, a három öreg megfejti a fiatalok lelkivel. Tartsátok a távolságot. Ne, simán lehet belőle még valami. De várj vele, a lány elmondta, hogy neki nincs kémia. A fiú még akarja. Ha a lány találkozik vele, akkor a fiú tovább reménykedik. Ez előbb-utóbb feszültséget szül. Ez előbb-utóbb ad egy ilyen, hogy a csávó még nyomul, azt hiszi, hogy a lány azért találkozik vele, félreérti a lány közel. Ez bonyolult. Nem, ezt le kell zárni. Ez rövid. Most. Nem érdemes. Most. Akkor most tartsatok most egy rövid 20 éves szünetet. Figyelj, később bármi lehet belőle. Hát az emberek formálódnak, érnek, változnak. Ezt anyám vigasztalt így mindig, mikor 16 évesen szerelmes voltam, és beofolt megint a nőért. Később még bármi lehet, és ott tudtam, hogy, hogy nem jövök be. Nem jövök, bocsánat. Feri, az Alpha City-re? Ez valami alfas találkozó? Vagy ez van minden évben. Igen? Minden évben megkérdezik a hallgatók. Én minden évben elmondom, hogy nem megyek. De félsz, hogy nem érsz oda, persze, csak trélerrel. Elindul egy gyerekek, de nem vagyok már, hogy nem érek oda. Azért kell nagyobb helyet keresni, hogy elférjenek a trélek. Nem, nagyon gyönyörű járművek vannak, az Alfa teljes palettája fölvonul, a kezdetektől vannak nagyon régi szép oldtimer autók, mindenki, úgyhogy nagyon jó, és most már egy kulturális meg koncertprogramban is nagyon oda csapnak, úgyhogy nagyon jó lesz a program. Szerintem ez megint Komárom, a vár, a belső, vagy az erődnek erőd, a belső, erőd. Az erődnek a belső, már az láttam, hogy különböző. Igen, azért mondtam, javítottam magam, mielőtt a nyakamnak ugrasz, és kitéped a verőeremet. Igen.
Mi a helyzet a Trütko sapka nélküli képével elküldte a hallgató, sehol nem találta meg. Elküldte, nem tettük ki. Nem tettük ki. Mi azért bennünk is van, egyfajta szolidaritás. Egyébként nyomokban sincsen. Bennünk is van emberség. Egyébként rohadtul nincsen. Nem, nyilván, tehát hogyha valakinek ez az imidzse, akkor mi azért ezzel teljesen direkt nem megyünk szembe, hogy na most mi találtunk egy képet, kitesszük. Megnéztük, valóban elküldte, és valóban Trütko van rajta, de ez, mi sokszor megcsipkedünk, mindenkit meg ironizálunk, meg kicsit szarkasztikus a humorunk, de az, hogy valakit tényleg úgy bántsunk meg, hogy neki ez az image, és ő ezt nem szeretné, akkor mi ezzel szemben úgy nem megyünk, hogy na mi most direkt kiraktuk, és ha-ha-ha, ilyet nem csinálunk. Mm. Valóban elküldte a hallgató, és tényleg Trütko van rajta, egyébként tök jól néz ki sapka nélkül, nagyon, és semmi baja. Nagyon csinos. Tehát teljesen ül egy strandon, de mi úgy döntöttünk, hogy nem tesszük ki ezt a képet. Ez már az öncélúság határát csúrolta volna, sőt, bele is csúszott volna, esemény már sem rosszolt róla, csak hogy mi kielégünk, na, kiraktuk a gépet, nekünk ilyen is van, de ezzel viszont megbánt ezt egy másik embert, úgyhogy ezt nem ez tettük volt, ki. Ez volt a PC magyarázat, egyébként meg arról van szó, hogy lehetem zabbala. Balázsnak van meg a telefonszáma, Trütkónak, és állandóan őt hívogatja, hogyha kenyes vagy. Az igazi magyarázat, hogy lehetem zabbala a fényképet. Rátettem egy félinyitott energiaitart, és basszus, elásztottam, és nem tudtuk kitenni. Nem, nyilván nem. Terveztek kitelepülést a Volt Fesztiválra, kérdezi Adri. Hát nem, de mehetnénk, de ez egy gazdasági szélszes kérdés. Jó lenne, akkor ingyen nézhetnénk meg a Maident. Így van, ez meg kell nézni ebben a helyzetben, hogy mennyire jó az a fesztiválnak, mennyire jó a rádiónak. Volt már ilyen, hogy mi kitelepültünk, ha közös az érdekes, az találkozik, akkor igen, de ez több arról, mint több mindenről szól, mint hogy mi ott vagyunk a Volton, vagy bármelyik fesztiválon. Hát ez szélszes kérdés. Én nem tudom, hogy idén van-e bármilyen együttműködés a Volt, a Sziget és a rádió között. Azt tudom, hogy volt már együttműködés, de most ebben az évben nem tudom, hogy van-e. Van-e szélszes megállapodás? Remélem, be van kapcsolva a rádió a szélsznél. Sziasztok! Van előrelépés DJ Oti live koncerttel és bulival kapcsolatban? Köszi a választ. Balázs a buszos kérdezi tőlünk. Nagyon-nagyon bízunk benne, hogy ebből lesz valami. Hát gyerekek, hogy ne? Persze, szervezzük. Az NMA intézi. Novemberben sírva vigadunk. Ő ráír novembertől. Úgy tervezzük, hogy eleve novembertől Balázs főállású DJ lesz, és nem egy koncert várható, hanem országjárás. Bármi lesz velünk, ha esetleg vége, akkor lesz egy búcsúbuli, azt megígérik, azt összehozzuk. Tehát csinálunk egy búcsúbulit, és ott DJ Oti nyom egy szettet. Még nem tudom, hogy mutassátok meg, melyik gombot kell megnyomni. Ugyanúgy, ahogy egyes híres DJ-k összevannak velőre. DJ Dominikhez elmegyek kicsit tovább, képzel magam, ott Oti fellép. Így van, én jegyet szedek, majd viszem majd a kis DJ-rekeket. Nem érem az italt. Feri meg beállítja majd az intelligens óriási volt, elmentem egyszer Egyiptomba buvárkodni, és mondták, hogy a hét végén szafarin voltunk, és szafari hajón lesz diszkó. És hogy brutális lesz a diszkó. Egyiptomi intelligens lámpa az arról szól, hogy a magyar túravezető odaadta két egyiptominak a lámpát, adott nekik, nem tudom, 30-30 dollárt, iszonyatosan rasszista egyébként az egész, 30-30 dollárt, egész este forgos. Megfogták a két lámpát, és egész este köröztek a lámpát. De és bementem a hajó aljából, be volt rendezve, és sírtam. Ahmed ült a lépcsőn, körözött a lámpával, a másik csávó meg fönt a bejárat. Kaptak 20-20 eurót, és 3 órán keresztül körözött. Igen, az egyik és a másik kezében volt egy piros ilyen, amit elé tartott. Szóval, hogy nézd, intelligens lámpás diszkó, és így köröztek rohadtul mosolyogva, és egyébként imádták, nagyon tetszett nekik, és 4 órán keresztül. Az egyik meg 140-es az IQ-ja. Bent táncolt mindenki, ők rettenetesen köröztek. Egy-egy lámpával nagyon-nagyon szeretünk. Bali, a múlt héten ajánlottad az Ütközések című filmet, amit hétvégén megnéztem, azóta is a hatása alatt vagyok. Kötelezővé kéne tenni mindenkinek, nagyon klassz volt. Ajánljuk sokszor. Tényleg jól láttátok? Megnéztétek? Nem néztétek meg, mi? Hát most kihagytuk. Kihagytátok? Mindig megnézzük, amit te ajánlasz nekünk. De rohadék. Feri, idén Zánka, a Balatonfüreden voltál, jössz? Kérdezi valaki. Hol voltam? Nem tudom, mert ez is egy kérdés volt. Nem voltál, Feri nem volt. Benéztétek. Nem, rosszul vagyok, hogy idén Zárka. Ja, Zárka azért nem mész Füredre, világos. Igen. Feri, lomtanytáskor hol szoktál parkolni az Alfával? Jaj, hagyjátok már ezt, hagyjam már. Megcsókolnád a földet, hogy ilyen autód lenne. Igen. Na jó van. Stílus, az erő, a megbízhatóság, ez a három. Jani, mihez kezdesz, ha nem lesz Freki hosszabbítás, kérdezi valaki. Hát két dolgot tervezek, vagy én leszek a Head & Shoulders-nek a brand menedzsere, vagy ez írok egy könyvet Balázsról, amit még én sem akarok tudni Balázsról címet. Nem mondhatom el senkinek. Ne ezt írd meg egyébként. Kasszam, kasszam lenne. A karácsonyi könyvpiacon.
Jól van, drága hallgatók. Na, úgy látjuk, hogy most több komoly kérdés nem jött, de szeretjük a szórakoztató kérdéseket is, viszont mi megyünk tovább, tartunk egy pici szünetet, mert hogy mutatjuk még a nap legjobb pillanatait, hívnunk kell ugye a nyertest, rápillantunk Facebook oldalunkra is, úgyhogy sok minden zajlik, és még hármasugrást is játszunk, úgyhogy megyünk tovább, már itt is van a játékos. Hármasugrás a Morning Show-ban. Felkészültél? Akkor fuss neki! Halló, jó reggelt! Jó reggelt, sziasztok, Jóci vagyok. Szia, Jóci! Honnan hívtál minket? Szegeden vagyok jelen pillanatban, de Hódmezővásárhelyi vagyok. És mit hol a helyet szerdán, jövő hét szerdán? Hát Szegeden, a dugon is térek. Így van, hát ennyi. Az első kérdés, jó, akkor legalább nem. Ez volt az első, igen. Ennyi. Szeged dugon is térik, jövő hét szerda. Ott vagyunk. Ha, milyenek a kérdések, Eli? Azt mondja, szerintem halálosan könnyű. Jani Painter fan, bízok benne. Na figyelj. Picit igyekszem majd segíteni. Melyik regényhőst formálta meg a filmvászon Sean Connery, Roger Moore és Timothy Dalton? Ó, oh, hát ez... James Bond? Így van. Mehetünk tovább? Menjünk, legfeljebb majd következően, majd bummozok egyet, ha ez nem túl nézik. Fő a pozitív hozzáállás, így van. Baseball sapkáért hícol a második kérdés. Milyen betegségekkel foglalkoznak az infektológusok? Infektológus, egyébként mi is szoktunk beszélni infektológussal, van egy kedvenc infektológusom. Igen, akkor mindig elmondja nekünk, hogy mi van, ha tigris szúnyog ide téved például. Éha, ez valami. Na jó, pedig nem volt egy... Ugye, hát a fertőző betegségekkel foglalkoznak, igen, az infektológusok. Há, onnantól kezdve, hogy a szúnyogot bedonantotta a Jani már. Igen. Hát akkor most elvéreztem. Basszus, ennél többet nem tudunk segíteni. Nem néztél e-mailt? Köszönöm. Nem. Átküldtem mindent. Józsi, jövő szerdán találkozunk, jó? Jó. Rendben van, köszönöm. Gyere oda, vigazdíjért. Dugan is tér, Szeged. Ciao. Hello. M2-es már jól járható, úgyhogy ne kerüljetek, mehettek. Jó, Szikszó elküldte nekünk. Köszönjük szépen, 9:30 múlt, pontosan 2 perccel jövünk mindjárt a Barcelona játék nyertesével és a nap legjobb pillanataival. Hölgyeim és uraim, ez itt a Morning Show a Klassz FM-en. 3:10 lesz pontosan, 6 perc van, szép reggelt kívánunk mindenkinek. Lezárjuk a szavazást ebben a pillanatban, jó? Gyorsan, ilyen nagyon analóg módon lefotózzuk a képernyőt. De nem úgy ám, hogy ez följük Mark Zuckerberget, hogy állítsa le a lájkok befogadását. Jó, mert hogy a Best of-ban egyébként benne van a mai utolsó játékosunk, ugye Zsolti annyira jó volt, de nem akarunk ezzel már senkit további szavazatokra vagy lájkszámokra presszionálni, tehát lezárjuk most, és utána, ami most érvényes, mint eredmény, annak fényében hívjuk majd azt az illetőt, aki ugye a legtöbb like számot kapta a nap legjobb pillanatai után, és akkor így nincs egyfajta presszió, hogy na most még azért tettétek a Best of-ba, hogy még több szavazatot kapjon ez vagy az, így szerintem teljesen korrekt, jó? Úgyhogy lájkolgathattok még, de mi most a jelenlegi állapotot lefotóztuk, és akkor innentől kezdve vége a szavazásnak. De hogy igazán hivatalos legyen a szavazásos lezárása, légy szíves, a függőleges, az egyik függőleges tenyeredet érincs meg körülbelül a közepénél, a másik vízszintes. Az egyik függőleges össze. Emlékeztek? Szavazás lezárom? Lezárom. És az izével a sugókártyával volt. Igen. Emlékszem, hogy nem is kézzel volt, nem, hanem a sugókártya volt így össze. Sugókártya összeért a tenyerével. És én közösen vezettem a stollal a műsort. Való világ, valamiért összeraktak minket, azt gondolták, hogy ez egy jó poén. Azóta nem köszön mi. És én bemondtam, hogy a szavazást lezárjuk, mikor Buci bal heréje összeér a jobba. Hónapokig nem beszélt velem. E durva? Hát én azt gondolom, hogy nagy áldás, ha az ember érti a humort. De ez tényleg durva, és azt éreztem. Amikor semmi. Tudod, úgy érzed a hideget magad mellől, hogy még te is lefagysz. Igen. Hogy én azt hittem, hogy veszi a lapot. Először azt hittem, hogy sztrókodnak, mert lebénult az arcodnak a fele. Abba az irányba, ahol a buci állt. Mert annyira megfagyott a levegő. Szemmeggyőződés sem volt, hogy oldalba vagyok, hogy de rohadék vagy, te szemét ilyet mondani, mert hogy ez egy ikonikus mozdulat volt, hogy amikor a tenyerem összeér. És mondtam, hogy amikor a buci bal heréje összeér jobban, akkor lezárjuk a szavazást. És tudom, vége volt. Elnézést kértem tőle, mondtam, hogy ne haragudjon, azt hittem, hogy... Bocsánat. Hogy egy lóvon is mutatik. Nagyon bocs, Buci. Nem, az nem volt jó poén. De egyébként jó, csak már, igen, máshogy értékeltétek. Na, azt mondja, hogy még nem hirdetünk eredményt, de már megvannak a számok.
Csak a továbbítás nem a szavazatok sor ennyiben. Na jó. Tényleg. Mutatjuk jó nap legjobb pillanatait. Felhívtuk Orosz Istvánt, az Ózdi görögkatolikus templom papját, aki kirakott egy táblát a templomra, hogy hétköznap is nyitva. Mindezt egyébként a Tesco-ra hajazó emblémával. Mi ezt nagyon szeretük, nagyon kedveltük, felhívtuk, és kiderült, hogy egy szenzációs paliról van szó, aki laza, jó fej, és vele beszélgettünk, hogy hogy próbálja a híveket hétköznapi templom látogatásra bírni. Szenzációs pasi. Egyébként vele beszélgettünk, valamint egy nagyon helyes momentumnak lehetünk fültanúi, felhívtuk Lacit, hogy játszon gólöröm játékot, elképesztő rendes volt, elmondta, hogy volt már Barcelonában, volt már meccsen, felvetettem, mi lenne, ha átadná a játékot, átadta, ő a fair play díjasunk, és aztán jött Zsolt, aki hát kifújta a szakma orrát, úgyhogy ezeket a pillanatokat most újra megmutatjuk. Ez itt a Morning Show, a Klassz FM-en. Laci jó arc volt, hogy lemondott róla, és hát nem akár kijavára. Nagyon korrekt, majd igyekszünk kompenzálni valahogy. Na, hívjuk akkor a nyertes, ugye drága hallgatók, a kezetekben volt, hogy kiutazzon velünk Barcelonába. Nem akartuk ezt mi eldönteni, így volt a jó, hogy ti tudtatok arról dönteni, az összes jelöltet megmutattuk, lejátszottuk újra, feltettük a Facebookra és kis SoundCloudokra, ugye lehetett szavazni like számok alapján, úgyhogy hívjuk azt az embert, aki a legtöbb like-ot kapta. Na. Jó estét kívánok, jó nap közít. Hajrá! Zsolti! Basszok, Marika! Mindenkit pucirálom! Mondtam, hogy az első kör a minibárból az enyém lesz majd. A repülő gyereke. Zsoltikám, hát te kaptad a legtöbb lájkot, téged szeretett a Morning Show közönség. A legjobban picit halkítsd le a rádiót, kérlek. De igen, meg vagyunk, kikapcsolom. Meg vagyunk, az a legjobb, az a legjobb. Bocsánat. Na, jössz velünk Barcelonába. Sírjak vagy nevessek, nem tudom elhinni, Istenem, hát, köszönöm. Hihetetlen. De azért örülök egy kicsit, jó? Ez a gól! Ez a gól! Megvan a mérkőzés! Na, jegy gyerekek, megyek, olyat mulatunk. Hajlá, hogy... Mindegy milyen lesz, mindegy ki fog játszani. A Barca ott lesz, Messinek beköszönünk. Életem élménye, ha lesz, még megélem október. Hát csak valahogy próbáld azért ezt megélni, igen. Megyünk rá, de ez egy hosszú barcelonai hétvége lesz, tehát pénteken indulunk, ha mindig ez vasárnap jövünk. Egy Barca meccsen jó lesz. És VIP-ként igen, a Beko páholyába, ami tényleg nem egy kakasülő, tehát egészen közel leszünk, nagyon jó helyem. Egyébként írtam nektek egy olyan SMS-t is így a sok közül, hogy mindegy, hogy hova ülünk egyébként, abban a nagy stadionban szenzációs lesz tényleg az atmoszféra. Azt nem is láttuk, hogy több ezer jött be hirtelen, azt nem is láttuk, csak így a... Basztus, elmértünk. Yes. Oh. Zsoltikám, lehet, hogy korai a kérdést, gondolkozz azon, hogy kit vinnél, jó? Vagy kit hoznál magad, de ugye ez egy páros jegy, úgyhogy van lehetőséget hozni valakit, majd erre visszatér. Mindenképp elgondolkodok, tényleg Lacinak még egyszer, nagyon-nagyon hálás vagyok, köszönöm szépen, szenzációs, meg mindenkinek, aki tényleg nyomott egy lájkot. Most már elmondhatom, hogy holnap a derbin az Újpestnek szurkol, gyerekek! Most a fradisták felüvöltöttek, hogy visszavonom a lájkot! Kivel játszik az Újpest? Holnap kinéznek maguknak, profi gyorsan lecsekkolják, hogy hol jön, melyik utcába. Igen. Gyerekek, tényleg, aki szereti a focit, az tényleg egy stadionban egy ilyen meccsen tudja átélni, ez tényleg egy nemzetközi szintűnek számító meccs lesz a holnap is, de hát Barcelona, tehát tényleg életemben nem álmodtam, tehát mindig álmodtam, de hát ezt most közel hoztátok nagyon, tényleg. De helyes vagy. Meg kell csak élni, és ott leszünk veletek, soha nem találkoztam személyesen még, tehát ez is egy, sőt nem is sikerült még játszanom, sőt, tehát szenzáció. Hát a Zsolti, előbb-utóbb azért az univerzum gondoskodik arra, hogy mindenkinek legyen valami jó. Zsoltikám, mennünk kell, nagyon örülünk, a legnagyobb öröm nekünk, hogy így örülsz. Szerintem ezt most mindenki megérdemelte volna, Ramin, Ági, Áron, Attila, Tamás, zseniálisak voltak, Ágit is imádtuk, szeretünk, puszíjuk, de én azt hiszem, hogy jó helyre ment. Így van, tehát tényleg mindenkinek, úgyhogy hát én még egyszer köszönöm nektek is, a szponzornak, mindenkinek, mint egy rendezvényen, nem, ez hihetetlen, tehát ezt még nem tudom felfogni, de remélem értekezünk addig. Értekezünk, Zsoltikám, kapcsolatban maradunk. Vigyázz magad, a jó hétvégén, Zsolti, köszi! És úgy, hogy falnak, tudod. Fék a fék, nyomd a féket. Úgy nyomom tényleg. Aha, kicsit párkó. Puszi mindenkinek. Szia.
Nem, jó, nem pártos. Csabi, hello, jó reggel. De jó volt, képzeljétek el, a kisebbi gyermekem ma otthon maradt, nem maradt suliban, vagy nem ment suliba, és ő a nappaliban volt, mi a konyhában hallgattuk a közvetítést, de csak kijött, amikor a Zsolti neki állt közvetíteni, mert annyira átélte ő is, és én is rázott a hitek, tehát láttam, hogy nagyon történik, abszolút, nagyon igen, jó volt. Igen. Mindenki megérdemelte volna. Ágit is imádtuk, szerettük, tündér volt, nagyon cuki volt. Az összes játékosunk megérdemelte volna, de talán tényleg, ahogy Zsolti közvetített, ott jött át a legerősebb fanatizmus és a futball szeretet. Jól van, hívjuk gyorsan a nap hallgatóját, aztán lassan elköszönünk, és nem is találkozunk egy hétig, Csabi. Hogy sajnálod, Csabi? Nem leszünk. De milyen jó lesz nektek? Nem azért, mert nem láttak engem, hanem mert találkoztak a hallgatókkal. Ez igaz. Szállodáról. Csak a cukik, csak a sütik. Is. Micsoda, már ma délután elindul szombathelyre. Egyébként tényleg. Jó reggelt, hello, ciao, morning show, szia. Morning show, hello. Nem írtad alá, András, igen. Same in English. Hát jót írtál, a Nagy Molinóra majd, ha mentek turnézni, mindenképpen írassátok fel a Morning Show-t, alá pedig Same in English. És egyébként ez kivételesen Same in English. Igen. Igen. András, hát te vagy a nap hallgatója, de nincs ajándékcsomag. Nem számítottál rá. Nem számítottam rá. Nem baj. Viszont van egy csomó plusz ajándékot, hallgass meg a reklámblokkot. Oké, köszi. Jó. Hol hallgatsz minket? Győrben. Köszi, hogy minket hallgatsz. Ciao. Oké, köszi, hello. Hello, szia. Szép hétvégét. Same in English. Hát ez is megkorasztó. Foglalkoztunk vele a héten. Óriási. Csabikám, milyen zenéid lesznek? Remek zenék? Kaigót már megismerhettétek, sokszor ajánlottam, de most van egy új dala, egy ír ilyen rock csapattal közösen készítette. Could the Line, ha a zenekar már neve. Kigo. Regging. Kigónak írják, de Kaigónak. Ejtik, ő egy norvég DJ. Nagyon fiatal, nagyon az első lemezével szerintem már bekerült így a mainstreambe, és hát alig várjuk, hogy hozzon újabb dalokat. Azt ez mi is nagyon várjuk, ilyen, hogy legyenek nálad új dalok. Azért mondom, hogy ezért hozom most a Regginget. Ez jó, az jó, az minden új dal. Jó, rokkosat, új, de jó lesz. Nagy, az, hogy rokkos-e, az majd meg kell, hát mégis csak a Kaigo csinálja, de egy rockzenekarral kooperált. Ránéztem most a monitorodra, minden új dalnak örülünk, igen. Mi a recept, Feri? Kérlek szépen, mexikói kaja van. Na! Taco! Egy jó, igazi jó taco. Egy jó kis nachos, enchiladas, quesadillas. Azok nem lesznek, csak taco van, de hát ugye azt tudjuk, hogy a mexikói konyhában alapot csinálsz, akkor onnantól kezdve már minden tudsz a történetről. Jó hideg kukoricasört lehet hozzá inni. A taco azért zseniális, mert egyik kezedbe fogod, másikat a sör hűti, vagy a távkapcsoló. Tehát ez egy pont egy ilyen meccsnézős. Erre Golatto. Gondoltam, hogy Golatto, igen. Ilyet is lehet mondani, úgyhogy egy taco a töltelékkel, mindennel, a fűszerrel együtt leírtam, mert nagyon jó keverékeket lehet kapni, de vannak kísérletező szellemű emberek, akik meg akarják csinálni magukat taco fűszert, akkor azt is meg lehet, és ez van fönt képpel együtt már szerintem most a Facebookunkon. Jól van, nem elfelejteni, holnap gyertek át szombat este Ferivel! Kifújjuk a szakma orrát! Feri hosszú idő után felbukkan az RTL-en, úgyhogy adunk mindenkinek, aki ott volt, jó lesz. Jó lesz bizony, jó tényleg lesz, jó lesz. Bizony, hétfőn pedig Szombathely, ne felejtsétek el! Fönn vannak az időpontok, a helyszínek egészen pontosan a Facebook oldalunkon, a honlapunkon, a Klassz FM-nek a honlapján is, meg ezer fele lehet velük találkozni mindenféle internetes oldalakon, meg újságokban is, és ott van a Vazén is. Bizonyám. Hétfőn jövünk 6 órakor, Szombathely főtér érkezünk. Csabi jön a kívánság műsorra. Jó utat nektek, szevasztok. Köszönjük, Csabi, vigyázz magad. Szép hétvégét mindenkinek, szevasztok. Ciao, ciao. Ez volt a műsor, amelyre az ország ébredt.